Nos, hát akkor köszöntenénk mindenkit itt az 5. Timbo Ironman Liga második fordulójában a belga nagydíjon. Elnézést a csúszott közvetítésért, akadtak technikai fennakadások, de most már minden úgy tűnik, hogy rendben van, és fut rendesen, reméljük a hangunk is rendben lesz. És akkor... Igen, üdvözölném kommentátor társamat, Puskás Zsombort is ezen a mai közvetítésem. Én is üdvözlök mindenkit ez a csodálatos kedd délutánon. Itt este lassan fél kilenchez közeledve. Hát azért csak nincs még este fél egy, de... Na, lényeg az, hogy most itt vagyunk, és... Úgy tűnik, hogy minden rendben van. És igen. Nem vessünk egy pillantást a előző futam végeredményére. Pontosabban azt, hogy a pilótáink hogyan állnak jelen pillanatban a pontállásban. Rendben. Szóval, ahogyan az a képernyőn is most már látszik, Mayer Milan vezeti. Mayer Milan és Szabó Kónyi Bence által alkotott AlphaTauri vezeti a pontállást. Második az Alfa Romeo 32 ponttal, harmadik a Haas 31-el, negyedik a Williams 30-al, és ötödik pedig a Mercedes 25-tel. Itt nagyon-nagyon szoros az állás, és tényleg itt akár bármi lehet, igazából az összes csapatnál bármi lehet, mivel ez az 55 pont nem ahhoz képest nem olyan nagy előny, mivel ugye kettő futamot fognak futni a pilóták, itt, hogyha esetleg valakinek ezen az első, ötödik szezonos Timbo Ironman ligás közvetítése, amit néz, erre a szezonra változott a formátum, tehát az eddig megszokott egy 100%-os változó időjárásos futamhoz képest. Most kettő futam lesz, az első futam safety car nélkül és full napos időben, a második pedig változó időjárásban és safety car-ral, és ezek lettek a változtatások erre a szezonra. Mindenféleképpen több és izgalmasabb versenyzést láttunk eddig, és igencsak kiszámíthatatlanak a dolgok. Szóval ezt lehet tudni erről a szezonról, hogy mik a változások, és igen, lényegében ennyi az, amit tudni lehet, és akkor vessünk egy pillantást a pilóta párosításokra. A mai napon a Mercedesben Bíró Zalán és Takács Gábor fog versenyezni, a Ferrariban Pugh István és Vig Bence, a Red Bullban Vajda Gábor és Csetyik Gábor, a McLarenben Kis Attila és Timbul Zsolt, az Aston Martinban Kökény Tamás és Üveges Kristóf, az Alpinban Arruc Tamás és Boros Csongor, a Williamsben Szabó Kónyi Norbert és Boda Zoltán, az Alfa Romeo-ban Tomás Romhár és Macsola Dániel, a Haasban Bereznai Dániel és Ulasz Özildirim, az AlphaTauriban Szabó Kónyi Bence és Mayer Milan fog versenyezni, így lesznek a párosítások a mai versenyre, ami remélhetőleg lassan kezdődik, jelenleg egyébként 19-en vagyunk a lobbiban, úgyhogy ezzel tudunk számolni ezekkel a pilótákkal. Még várunk egy pár percet akkor, mivel Dani-nak problémái akadtak a közvetítésével. Én ezt hozzá kiegészítenek itt a team line-upokra, itt a második fordulóban, Spára, hogy az ne zavarjon meg senkit, hogy esetlegesen például Bereznai Dániel, vagy mondjuk kit említsek ezzel kapcsolatosan, Boda Zoltán nem a saját csapatában versenyzik, hanem már abban a csapatban, amelyikben valójában
be van sorolva alapvetően, hanem egy másik autóban, hiszen Bereznai Dániel a PSG-el indulása miatt itt most megkapta a házt ezekre a futamokra, de ugyanúgy a pontjait a Mercedes-e számolja. Így van. És ugye, hogy kikit helyettesít, Bíró Zalán Villás Jánost helyettesít, itt Takács Gábor Alfi Bacsert, Üveges Kristóf Major Noelt, Macsala Dániel pedig Matisse van Erwent helyettesíti, úgyhogy ezt lehet tudni róluk. Egyébként erre a futamra is van intro, vagyis volt, csak mielőtt még indítottam volna a közvetítés, technikai problémák akadtak, és nem tudtam letölteni, de pillanatokon belül, vagyis letöltöttem, csak nem jelenítette meg nálam a letöltést. Szóval pillanatokon belül egyébként mutatom, hogy kedves Domanom munkája, akit neked egyébként köszönhetjük ezeket a grafikákat is, ne vesszen kárba, és mindenki tisztában legyen vele, hogy mégis milyen munkát rakott ebbe Domanon. Úgyhogy elnézést kérek amiatt, hogy nem ezzel kezdtünk egyből, akadtak ilyen technikai problémák, de most már úgy tűnik, hogy jó a technika. Úgyhogy igen, pillanatokon belül akkor mutatom majd a mindjárt eszembe jut a szó, szóval az intrót, amit még egyszer kihangsúlyozom, hogy Domanonnak köszönhetünk. És akkor nyitni ezt ide így. Addig is kikerült a, ide a chatfőre egy napversenyzője szavazás, amit mindenkit bízatok, hogy majd szavazzam, bár véleményem szerint ezt megérné a második futam közepfelé megtenni esetleg ezt a szavazást a napversenyzője díjra, ha nyilván így még futam nélkül nem igazán tudunk semmit arról, hogy ki hogyan fog teljesíteni. Így van. És akkor... Igen. Azt ne téveszem meg senkit, picit bele fogok tekerni a videóban, mivel ezt itt így egy videóként tudom elindítani majd az intrót. Ezért lesz az, hogy először még azt hiszem 5 percet fog írni, utána pedig már kevesebbet, de akkor jöjjön is az intró. Thank you.
Szóval ez lett volna az intro. Köszönjük szépen Domanonnak, hogyha szeretnétek. A leírásban megtaláljátok a Twitter fiókját, és be tudjátok ott követni. Én szerintem jól sikerült, úgyhogy mindenki, aki szeretne aktív lenni a cseten, írjon egy taps emojit Domanonnak ezért az introért. A futam még nem indult el. Így van, továbbra sem tudunk szolgálni egyelőre a játékbeli képekkel. Egyelőre még mindenki a lobbyban ül, valószínűleg nem adott meg. A kisebb technikai probléma a Steam-ével Bereznai Dánielnek, ha jól tudom, rávárunk ebben a pillanatokban is. Addig is egy kis felvezetéssel mai futamnak. Itt a belga pályára, Spára fogunk érkezni, ahol a valós formájában 1950 óta rendeznek futamot, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Idén volt az 52. alkalom, hogy Spába futamot rendeztek. Ugyebár a versenynaptár leghosszabb pályája, most a pálya hossza 7 km, ezt meg is fogjuk látni, valószínűsítem, hogy az egyik leghosszabb futam lesz mindenféleképpen a második futam itt a Timbo Iron Mellig a idei szezonjában. Az esős megszakít esővel, és esetleg, hogyha lesz safety car, nyilvánvalóan a safety car itt sokkal több időt vesz igénybe a pályán való a pálya hosszúsága nyomán, mint egy rövidebb pályán. Úgyhogy lehet, hogy ha sok safety car-unk lesz a második futamon, akkor akár még késő estében is be tudunk nyúlni itt a futam közvetítésébe. De ne így legyen, tiszta versenyzés safety car-ok nélkül, ezt kívánom mindenkinek. Én is, úgyhogy remélhetőleg így lesz. És nem látunk nagyobb kalamajkát a pilóták között. Úgyhogy hogyha esetleg valaki most csatlakozott volna be, itt a pontállás, amit a képernyőn láthatunk, viszont nagyobb az előnye. Az Alfa Taurinak az Alfa Romeohoz képest, de ezt még egyszer szeretném elmondani, hogy ez azért viszonylag nem nagy előny, hogyha azt nézzük, hogy most kettő futamot fognak futni a pilóták, egy kettő darab 50%-ost, egy szárazat és egy változó időjárásost. Úgyhogy igen. Ráadásul nyilvánvalóan ez egy csapat pontállás, mivel itt a Team Barom a ligában esetleg, aki most kapcsolódik be, és először lát Team Byron mellég a futamot, azt most megtudja, hogy itt ugyebár nem az egyéni pontállást díjazzuk a Team Byron mellégában, hanem a csapatversenyt, és itt már a 4 szezon alatt több csapat is diadalmaskodott, ugyebár eddig 100%-os futamok voltak, most viszont áttértünk a 250%-os futamra, az első 50%-on safety car nélkül végig száraz időjárás között fogunk menni. Nagyjából egy rendes ligafutamnak felel meg ez. A második futamon pedig custom időjárással, általában mindenféle finomsággal megspékelve, esővel, interrel, akár felszeradó pályával többször is. Majd meg fogjuk látni, mivel készültek ma nekünk a szervezők ezzel kapcsolatosan. Itt Spába. Szóval egy hosszú felvezetése volt, de a lényeg, hogy két futam van, ráadásul csapatverseny, mind a két futamon csapatként lehet pontokat szerezni, és a csapatpontállásban ez a 22-23 pont különbség, ez nem egy nagy különbség a második és az első helyezett között, ráadásul nagyon izgalmas ez a másodiktól az ötödik helyig lévő 7 pont különbség. Úgy tud ugye bár az Alfa Tauri az élen lenni, hogy egy futamot nem nyertek meg az előző két futamban. Bayer Milán és Szabó Kunyi Bence is mind a két futamban, ha jól emlékszem, az élmezőnybe tudta tartani az Alfa Taurit. És ezzel szép pontokat gyűjtve, egy kisebb előnyt ki tudtak alakítani. Úgyhogy számukra továbbra is ez lehet egy nyerő stratégia szerintem itt a Timbo Iron Man Liga 5. szezonjában, hogy konstansan hiba nélkül
ha top 5-ös helyeket szereznek folyamatosan, akkor szép pontokat tudnak összegyűjteni, és akár a legvégén pódiumra, de akár meg a végső győzelemre is esélyesek lehetnek. Ugyebár itt az Alfa Taurit első körben az előző futamon, ha jó, nem csak emlékezetem, nem neveztük azok a csapatok közé, akiket első számú esélyeseknek mondtunk volna. Itt az tippjeink szerint a team, 5. Timbarra pedig a megnyerésében, de nagyon szépen mutatták az előző futamokon is, hogy nem szabad így alábecsülni őket, mint ahogy mi ezt tettük, és egyelőre az első fordulót elvezetik a bajnokságot. Van-e ez valami hozzáfűzni valód, Ádám? Ehhez semmi, mindent tökéletesen összefoglaltál, Zsombor. És akkor igen, a képernyőn az előbb a pilóta párosítások voltak, amik nem helyesek, Zsombor? Így van. Ugyebár itt volt a képernyőn, felsoroltuk itt ezeket a pilóta párosításokat, amit most is látszik a képernyőn. Aztán el is vetted. Szóval, hogy ami látszik a képen, hogy ezek a pilóta párosítások, itt egy kisebb szervezés, tehát a grafika megkészítő után történt változás, a pilóta párosításokban így nem ebben az autóban fognak ülni különböző pilótánk, így ezt elnézést kérek emiatt, hogyha ez valakinek esetleg zavaró. És akkor esetleg elmondanám a mostani pilóta párosításainkat. Hogyha... Hogy nem tudom, ezt szóba én meg nem fogom bárkinek is megmaradni, a képernyőn fogjuk majd látni őket. A lényeg, hogy a Red Bullban ugyanúgy a két állandó pilótánk, Gab, és azaz Csecsik Gábor és Vajda Gábor lesz a két pilótánk. A Ferrari-ban Víg Bence és Puki István két álló pilóta fog ülni. Itt a Mercedes-ben történt változás, hiszen az előző futamhoz hasonlóan most ezt a Mercedes-t is Buda Zoltán fogja vezetni, az egyik Mercedes-ünket. A másik Mercedes-ünket pedig Szabó Kunyi Norbi. Az Alpint Arrus Tamás Boros Csongor vezetésével fogjuk látni a McLarenben. Attila és Timbo fog versenyezni szintén. Itt már sokadik olyan pilóta páros, akiknek állandó pilóta üléseiket megtartva itt szépen helytállnak a utamainkon. Az Alfa Romeo-ban ugyebár ezt említetted, hogy Machado Dani helyettesíti-e Matthias van Erwent. Az ő csapattársa lesz ugyebár Tomás Ronhár. Az Aston Martin-ban Kökény Tamás és Üveges Kristóf fog ülni. Míg a házban fog Bereznai Dániel, és a házban nem Ulász Özildirim, hanem Bíró Zanán lesz a csapattársa. Az Alfa Taurit Mayer Milán és Szabó Kunyi Bence, akikről előtte másokat beszéltünk itt az elmúlt 10 percben. A Williamsben pedig Ulász Özildirim kapott helyet Takács Gábor csapattársaként, és amint ezt így be is fejeztem a monológot, Bereznai Dánielnek sikerült becsatlakozni a lobbyba, és akkor hamarosan is fogunk indulni. Itt az első one shot kvalifikációnkra. Így van. Elnézést kérünk itt mindenkit a megcsúszásokért, de hát technikai probléma, az technikai probléma. Nem tudunk sajnos mindig mit kezdeni vele. Remélhetőleg most már minden rendben lesz, semmi sem fog akadozni, és akkor jöhet egy one shot qualifying. Kit nézünk, Zsombor? Én azt mondom, hogy menjünk Mayer Milánnal, hogyha megtalálod így első néhősre. Ugyebár itt nagyon az előző futamon mi mind a ketten őt emeltük ki, mint napversenyzőjének szavaztuk volna. Úgyhogy nézzük most, mit tud teljesíteni az első one shot kvalifikáción. Igen, az mondjuk az előző futamokon is megfigyelhető volt, hogy neki nem az erőssége az nem az időmérőkön
jön ki, hanem inkább a futamon versenytempóban tud inkább többet nyújtani. Kérdés az, hogy nyilván 40-es idők valószínűleg lesznek, de lesznek-e 39-es idők? Mondjuk Ron Hart tud-e 39-es időt futni most itt ezen a One Shot Qualifying-on? Aztán lehet, hogy közel nem, de majd meglátjuk, hogy milyen idő kell a pole pozícióhoz. Lassan indul tehát az időmérő pár másodpercen belül, és Mayer Milán autójában fogunk ülni, akit, hogyha egyből meg tudok találni, az egy nagyon szerencsés állapot lenne. Igen. Itt nem rákapcsoltam. Na, csak nem azokja. Na, tehát akkor most már az ő autójában ülünk ebben az Alfa Tauriban. Most szárazon láthatjuk a pilótákat időmérőt futni. És akkor ezzel a mondat megfogalmazásra lehet, hogy spoilereztem egy kicsit a következő futamról. Na de akkor jön az első kanyargós rész, 29-9-es első szektorra jön, Mayer Milán jelenleg a 9. helyen. Nagyon jó látni, hogy milyen gyakran változzak a pozíciók, tehát milyen gyakran ugrálnak a pilóták fel. Ez azt jelenti, hogy nagyon szoros a mezőny, és egy kisebb hiba is akár több pozícióba is kerülhet. Volt most Vajda Gábort, láthatok legutóbb kettő pozíciót bukni, most egyet nyert Timbóhoz képest. És akkor nézhetjük Mayer Milánt itt ebben a kanyargós középső szektorban. Nagyon szépen vette be ezt a kanyarkombinációt, nézzük a részidejét. 13.057 a 9. helyen fordul így ezzel rá a 3. szektorra. És innentől kezdve már padlógáz egészen a busz megállóig, közben Özil Dirim vezeti. Időmért, és úgy is néz ki, hogy be is fogja húzni, ha csak a busz megállót nem rontja el, Tomás Ronhár előtt. Egy 41.88-al, 2000 másodperccel Özil Dirim a pole pozíció Tomás Ronhár előtt, aki 1.40-190-nel a második. Az igen, na ez azért nem semmi, tehát gondolj bele, az a 2000 másodperc, az mennyi? Akár méterekbe számolva ezen a pályán, az a 2000 másodperc, az milyen nagyon keveset számíthat, vagy mind múlik, tehát... Az volt a durva, hogy egész végig, ha megnézted az utolsó setup-ba, Ulász az Ildirim egész végig vezette. Szóval egész végig az első helyen állt, itt a live rankingban, a live sorrendben. Szóval itt az élő sorrendben, amit látunk bal oldalt a képernyőben. Szóval valószínűleg az utolsó szektorban hozhatott vissza rajta Tomás Ronhár, úgyhogy ez a 2000 különbség volt. Nem változott a két pilóta között az időkülönbség, nem is ezt akartam ebből kihozni. 1.40-188-al Ulász az Ildirim fog rajtolni az első helyre, Tomás Ronhár a második, Szabó Konyi Bence a harmadik, Puki is van a negyedik, Bereznai Dániel az ötödik helyről fog rajtolni, Kökény Tamási a hatodik, Boda Zoltán a hetedik, Víg Bencé a nyolcadik hely, Mayer Milán, akit néztünk, 1.40-192-val a kilencedik, és az első tízbe kerüléséhez 1.41-373-as köridő keret ezen a One Shot kvalifikáción, és ezt pedig Takács Gábor tudta teljesíteni. Azt azért érdekes megfigyelni, hogy a top 10 milyen közel volt egymáshoz. Hát nagyon 1,2 másodperc jó, volt a különbség. De... Egy ilyen hosszú pályán az se sok, Zsombor. Hát ahhoz képest, hogy az e-sport pilóták, akik az első helyen autóznak, ahhoz képest nagyon szépen helytáll a mezőny. És mindenféleképpen Magyarország leggyorsabb pilótáit láthatjuk itt, és a egyik legerősebb, hanem a legerősebb mezőnyt jelen pillanatban itt Magyarországon, az 5. Team Byron Melligában. Igaz, és kérdés az, hogy itt a rajtnál ki lesz jobb pozícióban, mivel ugye Özil Dirim a belső ívről indult, tehát hogyha lerajtolja őt egy picit is Ronhár, akkor ott az nagy küzdelem lesz. Ezt szinte elkönyvelhetjük. Lesz-e itt egymás mellett két pilóta szerinted az orvúsban? Húha, nagyon kockázatos lenne, de én kinézem a pilótákból, hogy kell nekik a pont, és simán lehet.
De bár itt a Kemen egyenesben Miskolat lehet hozni akár egy elrontott rajt után is. A szélárnyéknak köszönhetően a lekamzba érve meg lehet viccelni az adott autózót. Esetlegesen egy sokkal későbbi féktávval. Kíváncsi leszek egyébként a gumiválasztásokra is, ha már így ugrálok. Közben itt a cseten köszöntjük Chris, Leki Dávidot és Dovala Dominikat. És jó estét is. Sziasztok! Na hát, Domanonnak akkor, aki itt van a cseten. Igen, mutatjuk majd a gumikeverékeket. Szóval, akkor ebben a pillanatban el is rajtol a mezőny, nézzük ki, hogy kapja le rajtot. Úgy tűnik, hogy Özildirim magabiztosan el fog tudni fordulni az első helyen, bár ez Ronhának is lesz egy-két szava, és most ő van az első helyen pár pillanatig, viszont rossz ívre is csúszódik, és a rázókon kellett kigyorsítania. Ezzel Özildirim most az első. Nagyon szorosan mögötte Szabó Kónyi Bence, aki akár az orvosban felfele itt tempó előnyből, lendület előnyből előzhet kettőt. Szabó Kónyi Bence még a harmadik helyen volt az első kanyarból elfordulván, viszont most hárman egymás mellett mögötte Bereznai Dani is jönne belőle, akár átvenni a vezetést, de megforgatják Bereznai Dániát, hatalmas kalamajka, végül Puk István jön ki az első helyen, törik Ulász Özildirim szárnya, és nagyon-nagyon nagy itt a kavarás a pozíciókban. Egyből felugrik Puk István az első helyre, Bolda Zoltán a másodikra, Májár Milán pedig a harmadikra. Nagyon jól helyezkedtek ezek a pilóták. Boros Csongor pedig a negyedik helyen, bár tolja leült a pályáról Kökény Tamás. Nagyon-nagyon izgalmas jelenet. Teket láttunk, miközben itt a gumiválasztást akkor nézhetjük akár. Érdekes volt itt pont a lökomz, amit kiemeltem. Özildirimet ugye már beszorította Szabó Kónyi Bence, és Bereznai Dániel pedig megpróbált ott maradni belül, de hát nem volt hely neki. Valószínűleg hát ezt én versenybalesetnek mondanám, utána pedig összeakadtak a pilóták, ebből adódott egy kisebb kalamajka, utána a nagyobb baleset rész, és az Özildirim szánytörése is ebből adódott, hogy összeakadtak. Érdekes versenyszituáció volt, miközben egy Aston Martin vetődik be, miközben Kökény Tamás Boros Csongor mellé, de hogy a bukóteret megjárva jön vissza a pályára, és ezzel még egy pozíciót veszít. Szabó Kónyi Bence már a negyedik helyre mászott fel. Jön vissza. Vezette volna a futámot, hogyha minden jól működik, csak hát nem működött minden jól. Miközben itt hátrébb Szabó Kónyi Norbit előzi, vagy előzné Bereznai Dániel, lesz itt egymás mellett az Orrusban? Úgy tűnik, hogy nem. Közben Attila és Tomás Ronhár között alakult ki egy csata. Ronhár előzné Bíró Zalánt is. Itt a Kemel egyenesben, miközben Boros Csongor veszi át a negyedik helyet Szabó Kónyi Bencétől, akkor váltsunk vissza hátra, ahol Tomás Ronhár és Bíró Zalán között itt a csatát nézhetjük, de hát Tomás Ronhár ez simán kivitelezte ezt az előzést, a következő elemes Víg Bence. Szabó Kónyi Bence több pozíciót is veszít, és ebből nagyon jól jött ki Takács Gábor, mivel Kökény Tamás okozott egy kisebb hát kalamajkát, hogy szépen fogalmazzak, és nem akart ott túl sok helyet hagyni, azt hiszem az a Brüsszel kanyar. És ennek itta meg a levét Szabó Kónyi Bence, és azt hiszem Timbó is, vagy Boros Csongor is, bocsánat. Miközben az Boros élen... Boros Csongor is az élen, Fugisván simán vezet, így van. Közben Boros Csongor veszi több pozíciót, Tomás Ronhár jött fel a 9. helyre, aki most nem csatázik senkivel, viszont csapattársa Macsala Dani Bereznai Danival csatázik, vagy csatázott, akár még csatázhat is, habár támadják Macsala Danit, megcsúszik ott belőle, azok van ketten is elmennek mellette, nagyon rossznak tűnik az internet, sajnos Macsala Dani. Hoppá, milyen optimista megmozdulással jön Kristóf, aki hát nem jutott ezzel túl sokra. Kristóf bújik vissza Macsala Dani mellé az első kanyarban. Nem tud előzni itt az Orrusban, mert egymás mellett fognak fordulni az Aston Martin és az Alfa Romeo, de végül Kristóf okosan bebújik mögé, és esetleg a Le Combs-ba megpróbált egy kifékezéssel megelőzni az Alfa Romeo-t.
miközben a házaknál helycsere. És Szabukonyi Bence előzi vissza Takács Gábort, akivel történhetett valami, szerintem kilépett a lobbiból, mivel szellemautóként közlekedik a versenyzésre tervezett aszfaltcsíkon. Meg lehet kisebb problémájakat, valószínűleg lehet internettel vagy a gépével Takács Gábornak. Nagyon jó helyen volt, úgyhogy ez számára mindenféleképpen szerencsétlenül jön ki. Kuki is van az, aki óriási nyertes volt itt a... az első, nem, bocsánat, a harmadik kanyarban. De Lökonzban való Konomajkának, aki most már nagyjából magabiztos, nem nagyjából magabiztos, két egész egy tized másodperc előnye vezet Boda Zoltán előtt. És az két Alfa Tauri megint ott van a harmadik, negyedik helyen, Mayer Milány és Szabó Kónyi Bence. Takács Gábor meg most már a 11. Nagyon-nagyon rosszul ez jön ki, nagyon rosszul jön ez ki neki. Hát valaki így szokja. Nem kell futamot nyerni, hogyha ott van az erős pontszerzés. Itt az Alfa Tauriknál. Azt hittem Takács Gáborra mondan. Ő valaki szellemautóként veszít 6 pozíciót egy kör alatt. Nem. Most én itt még az Alfa Tauriknál voltam leragadva. Egyébként, hogyha megnézzük a grafikont éppen, Ronhár és Gab csatázott. Végül Ronhár vesztett 2 pozíciót még ebből. Bereznai Danit előzni, a 3. szektorban sárga zászló. Mi történt? Víg Bence adta fel a futamot. Nem tudom, hogy önszentából, vagy esetleg törte az autója, miközben Ronhár és Bereznai Dani között láthatunk egy csatát, itt a Kemmel egyenesben mindkettőjüknek van DRS-e, viszont szélárnyékból be fog-e bújni, Ronhár úgy tűnik, hogy nem. Nem fog bebújni, nem előz egyelőre, szóval visszatérve a grafikonhoz, vagyis hát a grafikához, opá, mindketten megcsúsztak, vagy csak lakos a játék. Puki István 3, Boda Zoltán 5, Mayer Milan pedig 6 pozíciót javított a top 3 pilótái közül. Mayer Milan nagyon jól helyezkedett itt a rajt után. Egyébként a futam eddigi legnagyobb nyertese, mint hogy az időmérős pozíciójához képest lévő legnagyobb nyertese, az Gab, aki 13 pozíciót javított. Miközben itt hátrébb alakul ki egy kalamajka Takács Gábor aljának az előzésekor, illetve ott hátrébb Macsoda Dani és Kristóf csatáznak. Víg Bence elhagyta a lobbit, DNF-elt, úgyhogy ez lehet az oka. Ja, feladta a futamot a box utcában. Az előző körben Víg Bence, lehet, hogy a következő futamra koncentrál már fejben. És nem csak fejben, hanem fizikailag is azért lépett ki a lobbiból. Az simán meg lehet. Mayer Milán van nagyon közel Boda Zoltánhoz, ebből támadás lesz a Lecom felemenet a Kemmel egyenesben. Mayer Milán közeledik DRS használatával, megpróbálja megelőzni Boda Zoltán, nem. Együtt mennek. Valószínűleg Mayer Milán tudja, hogy nem a harmadik körbe kell megnyerni a futamot. Vagy az ötödik körbe kell megnyerni a futamot. A harmadik helyen van Mayer Milán, itt a két számot összecseréltem. Szóval a két Tamás tudja tartani a tempót Szabó Kónyi Bencével. Itt tudja húzatni magát. És ezzel szépen lassan közelnek egyébként a második helyen lévő, második, harmadik helyen lévő Boda Zoltán Mayer Milán pároshoz. Próbálnak egy másodpercen belül kerülni, hogy aztán pozíciókat nyerhessenek. Ránézünk a gumistratégiákra. Szokásom róla beszélni, de most eddig még nem ejtettem szót róla. A Tomás Rán kapott egy 3 másodperces büntetést, ez majd ezt tartsuk észben. Az első 3 helyezett a kemény kemerékeket választotta. Itt egyedül Szabó Kónyi Bence az első 9 pilóta közül, aki a közepes keverékekre szavazott, valószínűleg a hard közepes hard stratégia lesz a nyerő, hát hogy ez a két stratégia változása attól függően, hogy milyen gumi rajtatok a pilóták. Tehát
Szabó Kunyi Bence a futam második felében lesz keverék hátrány, most egyelőre keverék előnyben kéne lenni a többiekhez képest. Meglátjuk, melyik keverék az, ami jobb vagy rosszabb. A tizedik helyen még az, aki Bíró Zalán a médiumokat választotta. Illetve Kristóf, Masala Dani, és nem, csak ők választották a médiumokat itt az első kiállásnál. Pontosabban alapvetően feltéve, amikor rajtolták. Közben egy csata, Masala Dani és Kristóf között csak egy kikerülés volt az egyenesben. Hoppá! Hát ez... Bocsánat, itt Masala Dani kicsit megcsúszott, és Kristóf vissza is vette a pozíciót. Most már Szabó Kunyi Norbira kell figyelnie az Alfa Romeo-nak. Itt a hatodik helytől lefele kialakult egy bolyg a vezetésével, ahol itt van Ronhár és Bereznai is. Ők szeretnének itt valamire jutni, előrébb férkőzni, miközben Vajda Gábor pörgött, így van a puhonban. Nem látjuk, de vagy Tomász Ronhár közben átlépte Bereznai Dánielt. És most már Timóra mehet. Tomász Ronhár úgymond menekülhetne Bereznai Dánieltől, mert valószínűsítem, hogy elég egy tempójuk lesz itt a futam során, hogyha Bereznai Dániel egy másodperc környékén tud maradni Tomász Ronhárhoz képest, akkor ezt a 3 másodperces távolságot soha nem fogja tudni ledolgozni. Tomász Ronhár, hogy a 3 másodperces büntetését kikerülje, és Bereznai Dániel előtt végezzen a futamon. Úgyhogy ez mindenféleképpen neki előre kell menekülnie, meg amúgy is nyilván pozíciószerzés szempontjából. Ezen a legcélra törőbb, miközben a Timbót támadhatja, aki Gab miatt nyithat DRS, de be is bújik már, Tomás Ronhár egymással kapott mind a ketten. Szépen kikerültek a DRS-sel, ezzel összeérnek Tomás Ronhár és Timbó, és... Ez valóban megtörtént? Azt hittem, csak lagol a játék. Én azt hittem, Timbó vissza fog állni egyenesben, mert hogy valami lap történt, mert ilyet már többször láttuk, hogy így keresztbe állt valaki, és utána egyből visszállt egyenesre. Én ezt nem tudom, mi történt. Eléggé megcsúszott itt a külső íven a McLaren, és egyszerűen feltolta a falra saját magát és az Alfa Romeo-t. Igen, ez igencsak érdekes volt. Hát akkor búcsúzunk Tomász Ronhártól, és Timbótól is. Így már nem kell azon törnünk a fejünket, hogy fogja kidolgozni a 3 másodperces előnyt Bereznai Dániel ehhez képest. Bizony, ez így többé nem aggódási pont. De hát bárcsak lett volna, így elvesztettük Timbót és Ronhárt is. Na, ez szürreálisan mozgott ez a két autó, én még mindig azon vagyok kiakadva, miközben Szabó Kunyi Bence 6 körös közepeseken, amik igazából 8 kört futottak, jön be a box utcába kereket cserélni. Már a 8. körbe vált Szabó Kunyi Bence, ez érdekes. Mennyire kerül vissza a forgalomba? Ez számára valószínűleg kulcskérdés, és egyáltalán nem. Előtte egy kisebb távolság, 4 másodperc. 4,5 másodperc, nem hiszem, hogy ez problémát fog okozni neki, miközben ez egy Dániel egyenesen DRS-sel simán kikerülni kapott. Átveszi az 5. helyet a házszal. Amit ugyebár itt hangsúlyozom, hogy nem a házhoz fogja írni a pont, nem a házhoz fogjuk írni a pontokat, amit Bereznai Dániel megszerez, hanem a McLarenhez, Mercedeshez, bocsánat. Így van. Úgy, ahogy a második helyen lévő Boda Zoltán és a Williamsnek gyűjti a pontokat valójában. És nem a Mercedesnek. Így van, miközben itt Özil Dirim elé ért vissza Szabó Kunyi Bence, 7 másodperc az egészen pontosan, és itt a friss közepesekkel próbálkozhat meg alávágni versenytársainak, akik ezek szerint, hogyha ennyire nem bír sokat
az a közepes, akkor nem mostanában fognak kiállni. Ugye, mert ezek közepesek rád ki, nem is figyeltem. Bocsánat, hardokra, igen. Csak a többiek fognak közepesre kiállni. Igen. Csak azt mondtad, hogy a friss közepesekkel mondom, közepesnek közepeset váltott szobog, ugye, ez a két kiállás lesz. Az furcsálottam, mert általában itt a Liga futamokon egyáltalán nem szoktuk látni két kiállásos stratégiát, az egy kiállás mindig is jobban működött a játékokban. Igen, akkor összekavarodtam a gondolataimban, miközben nagyon-nagyon közel már járt Milán Boda Zoltánhoz, akár itt a második helyért alakulhat ki csata, de elvette a gázt okosan. Májár Milán, ő itt nem akar balhét. Májár Milán már körök óta Boda Zoltán mögött autózik így. És már egyik ilyen keresztbecsúszásban se vagyok biztos, hogy az nem valós keresztbecsúszás itt Timbo ütközése óta. Ezen Attila és Kristóf között helycsere. Kristóf átmette a 8. helyet. Átvíze. Bírózanával előttük 5 másodpercre, most már Bírózán az egyetlen. Az első hétből az egyetlen pilóta, aki nem állt még, tehát médiuma volt és nem állt még ki a box utcába, mert alap nincs, lehet, az a lényeg, az első hétből Bírózalán médiumokon van egyedül. Ott ugye már az első hét után a 8. helyen Kristófnak már egy 5 másodperces lemaradása van. Perez-Nai Dániel vezetésével az 5. helytől 7. helyig lévő boly, az szépen lassan közeledik Kökény Tamáshoz. Okosan csinálja Gabis meg Bíró Zalán is. Húzatják magukat Perez-Nai Dániellel. Ahogy ezt kimondtam egyébként, Bíró Zalán kiesett az 1 másodpercen belül, nagyon táncolott az 1 másodperces, 1 másodperc határán, miközben Kristóf is meglátogatja a box utcát. Így van, Májár Milán lesz ismét nagyon közel. Nagyjából egyforma az ERS mennyiségük, kicsit kevesebb ERS-e van Boda Zoltánnak. És most megint nagyon közel, most be is bújik mellé, és úgy tűnik, hogy át is veszi a második helyet. Most helyet cserélnek. Igazából húzzák egymást. Tempójuk egyformának tűnik. Így teljesen mindegy, hogy melyikőjük van előrébb, miközben Szabó Kunyi Bence előz 2 Attilát és Macsala Danit is megelőzi. Miközben itt még Macsala Dani és Attila között alakulhat ki egy csata itt a Brüsszelsbe, bár nem is alakult ki végül. Ezek a megcsúszások ebben a játékban igen érdekesek. Sose tudom, hogy mikor köt ki valaki a falban most már. Közben az Zoltán nagyon közel Májár Milánhoz gyűjtött egy kis ERS-t, most kopra ugyanannyi ERS-e van a két pilótának. És szerintem újra helyet fognak cserélni. 3-10. Nem hiszem, hogy a Boda Zoltán meg fogja támadni Májár Milánt, akkor Májár Milán komoly ellenállást fog tanúsítani a védekezés szempontjából. Nekik nem az most ebből a futamnak ebben a szakaszában nem szabad azzal időt veszíteniük, hogy egymással csatáznánk. Ez is történik. Boda Zoltán simán kikerült az egyedetben Májár Milánt, és átvette a 2. helyet. A Puki is vannak, van egy 3 másodperces büntetése az élem. Bár már most már 4 másodperc az előnye Puki Istvánnak. Mert Boda Zoltánhoz képest, és az érdekes lehet, mindjárt ránézek, az előző körében Boda Zoltán a DRS nélkül rontott talán, mert 1.53.58-at ment, de előtte 1.45-öt ment Boda Zoltán. És a friss keverékeken lévő Szabó Kunyi Bence
Hülye vagyok, bocsánat. Egy 44-2-t ment. A legutóbbi körén meg Boda Zoltán egy 47-et. Szóval az igen. Egy 5 másodperccel gyorsabb volt az előző körében Szabó Konyi Bence. Vagy most 5-3 másodperccel. Ezek a számok ma kicsit összekavarodnak benne. Szóval 3 másodperccel volt gyorsabb Szabó Konyi Bence az előző körében, mint Boda Zoltán. Ez egy komoly alávágás, de ez 17 másodperc a különbség kettőjük között, bár az is igaz, hogy a közepesekre fognak kijönni Maier Milánék, de pályapozícióbeli előnye biztosan lesz Szabó Konyi Bencének. Közben. A közepesekkel biztos vagyok benne, hogy kiállt a box utcába 14. körben jön a hardokkal, ez érdekes, nem láttuk, hogy majd Bíró Zalán is és Masala Dani is 14 kört már ment azokkal a médiumokkal. De nem láttuk azt, hogy milyen tempót valójában autózik az a Maier Milán megint megelőzte Boda Zoltán. Ja, ezt itt ezt fogjuk látni az elkötnődő körökben szerintem. Ezt a oda-vissza a helycserét. Nem láttuk, hogy valójában mekkora esetleg a tempó előnye a médiumoknak, miközben Szabó Konyi Bence már utal érte a nem kiállókat, pontosabban Bíró Zalánt előzte. Így van, mennyire fog ez a stratégia nála működni, mennyire fognak kitartani azok a kemény keverékű gumik. Egyelőre nagyon jó tempót diktál rajtuk, csak ez meddig tartható ez a nagyon jó tempó. 15,7 másodperc van a futamat vezető Puki Istvántól, aki ugye közepesekre fog kijönni, tehát gumi előnye, illetve gumi kor előnye biztosan lesz. Kérdés az, hogy ez elég-e ennek az idő különbségnek, vagy igen, ennek az alávágásnak a kivédésére, vagy legalább visszatámadására, visszaütésére. Mivel az most már biztos, hogy a kiállások után Szabó Konyi Bence, vagy majdnem biztos, hogy Szabó Konyi Bence az első helyre fog visszaérni, egyetlen esetben nem az első helyre ér vissza, hogyha bármi történik elközben. Szabó Konyi Bencével, most a második helyet fogja átvenni, mivel bejött a boxban Maier Milán, Boda Zoltán, Kökény Tamás, illetve még Bereznai Dani is. Így. Mekkora lesz az előnye Szabó Konyi Bencének? Így van. De ez elég nagy. És most jön neki a box utcába Maier Milán vezetésével. Egy nagyjából egy 7 másodperc, 7 és fél másodperc előnyre tesz szert Szabó Konyi Bence az, az alávágással. Az azért úgy, nem semmi. 1,2 másodperc volt a hátránya, amikor kiállt a box utcába. Viszont igen, de mondjad. Közepeseket se felejtsük el. Igen, most a könnyebb autóval könnyebb lesz kiautózni a közepesekben rejlő tapadás előnyt. Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel jobb tempót fognak tudni autózni Boda Zoltánék, mint amilyen Szabó Konyi Bence tud majd autózni esetlegesen egy tiszta körben, most a következő körben, a 14. körben tudjuk nézni, hogy milyen kört ment Boda Zoltán és miért Szabó Konyi Bence egy összehasonlítás képen, hogy mit várhatunk itt a futam utolsó 9 körében. Hát érdekes lesz mindenképp. Szabó Konyi Bence Puki is mára is veszélyes kiállás szempontjából, Puki is van elé is fog visszaérkezni Szabó Konyi Bence, illetve Puki is vannak jönni kell a box utcába, hiszen Boda Zoltánék megpróbálnak alávágni. Hát ez érdekes számomra, hogy Bíró Zalán még mindig nem jött a box utcába, a 12 körös médiumokon. Esetleg szoftokra játszik, vagy ennyire későn akarja későre akarja elhúzni a hardokat, és amit ezt ki is mondtam, kicsit a box utcába Bíró Zalán, valószínűleg hardokra érkezni. Ne, topnokat rak fel Bíró Zalán az utolsó 8 körre, hogy Macsala Dani is. Ez érdekes stratégiai variáció. Ez a Bíró Zalán visszaesik Kristóf mögé. Alapból is, szerintem alapból is mögötte volt, ami a kiállások előtt, tehát Kristóf, ha jól emlékszem, őt előzte meg.
Ez nem zavarja meg senkit, hogy Csanákincsi csak úgy benézett a lobbyban. Érdekes dolog ez. És akkor jön Puki István, akinek minél hamarabb túl kéne esnie Szabó Kónyi Bencén, és nagyon-nagyon sokat hoz rajta. Az előző körben, majd az alávágással egy 1,2 másodpercet tudott hozni Boda Zoltán Puki Istvánhoz képest, de most valószínűleg ebben a köve Puki István meg fog jelni Szabó Kónyi Bencét. De most nem ebben a köve, de a következőben a DRS használatával. És ahogy említettem, ugye ha végigérnek, akkor láthatunk egy köridőt, hogy mennyivel jobb tempót tudnak menni Boda Zoltánék, hiszen Szabó Kónyi Bence valójában Boda Zoltánékkal versenyzik itt, nem Puki Istvánnal. Szabó Kónyi Bence a 14. körében 1.46.2-t autózik a hárdokon. Míg Boda Zoltán egy 1.44.858-al érkezik itt nagyjából 1,4 másodperccel volt gyorsabb az előző körben a Mercedesben ülő Boda Zoltán, miközben Puki István itt már az egyenes legelején, a legelején bemegy Szabó Kónyi Bence mellé, és a DRS használatával egyszerűen kikerüli. Ezzel átveszi a vezetést, visszaveszi a vezetést, pontosabban miközben a Bereznai Dán előzi szintén kikerüléssel Kökény Tamást, az ötödik helyet veszi át tehát. Van itt 7 körrel a vége előtt. Hét körben hátra jött az első 50%-os futamunkból. Bíró Zalán tempója leszek még kíváncsi, itt a softokon. Mi tud autózni, miközben Kristófot már át is ugrottál. Tud-e jobban előre lépni, illetve ezért idén vajon végig fog-e menni azokon a médiumokon? Vagy ő még kiáll egyszer a box utcában? Ugye bár őt a legelén tört a szárnya, és azért muszáj volt kiállni a box utcában. Hardokra rajta van, ráadásul még szerencsétlenebb jött ki neki, hiszen nem tudta felrakni a hardokat. Mayer Milan már nagyon közel Szabó Kónyi Bencéhez, pontosabban 1,9 másodperc a hátránya. Szerintem itt körökön belül ebből támadó pozíció lesz. Kérdés az, hogy Mayer Milan beáll-e védekezni Szabó Kónyi Bencének? Játszanak-e csapatban? Tudnak-e csapatban játszani ebben a helyzetben? Özil Dirimmel mi történt? Tette boxba feladta a futamat. Muszáj volt kiállni a boxba valószínűleg. Mindentől már számára lényegtelen a futam, abban a szempontból, hogy pontszerző nem lesz. Taktikáznak-e az Alfa Taurinál? Ez most a kérdés. Van két autójuk. Miben tud segíteni Szabó Kónyi Bencének? Mayer Milan, hát sokkal gyorsabb nála. Mindenki, aki médiumon jön. De hát, ha megpróbál kicsit, vagy megpróbálnak olyan alakzatot felvenni ők ketten, amivel nem tudják egyiküket sem megelőzni, és szépen tartják magukat. Bár a kockázat akkor meg fennáll, hogy felér mögéig Bereznai Dani, Kökény Tamás, Gabis akár, Bíró Zalán, mondjuk Bíró Zalán nem biztos, mivel nem biztos, hogy addig kibírják azok a lájak, mire ő felérne, de a hetedik helyig majdnem mindenki felérne rájuk, az a kockázat ebben. Hát igen, most összejátszunk az Alfa Taurinál. Előző körben Mayer Milan 2,3 másodpercet hozott Szabó Kónyi Bencén. Hiszen ez akkora tempó különbség, aminél nincs mit védekezni. Itt akkor nyerik a legtöbbet, hogyha megpróbálnak véleményem szerint arra menni, hogy ezt az 5 kört Szabó Kónyi Bence próbálja meg valahogy úgy túlélni, hogy esetleg Bereznai Dániel ne érje utal, hiszen Mayer Milan és Boda Zoltán tempóból, gumiból simán meg fogja tudni előzni. Hát érdekes lesz. Most látszik meg, hogy mi lesz itt. Végül úgy tűnik, hogy csak szimpla elengedés. Nem csatáznak. Boda Zoltánt viszont most jó lenne feltartani, és fel is tartják! Na ebben viszont nem tartják fel.
A bodozatás sokkal későbbi féktávba tudott menni, mint Szabó Konyi Bence, és így szimplán a féktávba meg tudta előzni. És akkor innentől egy privát csata alakul ki itt, Maier Milán és Buda Zoltán között, főleg azért, hogy ki legyen hátrébb az utolsó kör előtt. Nem, szerint itt ez lesz az igazán nagy csata kettejük között. Én Buda Zoltán helyében egyáltalán nem próbálnék meg előzni. Itt az utolsó körökben megvárnám az utolsó kört. De hát nem én versenyzek, meglátjuk, hogy ő mit dönt. Többet megy Dániel, pedig már 3 másodpercre Szabó Kunyi Bencét, és folyamatosan hoz rajta. Korsa se tudja tartani Szabó Kunyi Bence az 1.46.2-es köröket, miközben az előző körében 1.43.5-öt jött Bereznai Dániel. Az most segített neki, hogyha még egy kicsit tud kapaszkodni. Így van. Az autózókba. Itt a DRS mindenféleképpen segíthet neki egy kis időt nyerni, de a kanyargós részeken előbb is előző körben például, ahol nem volt még DRS-e, ott hozott 2,8 másodpercet rajta Bereznai Dániel, szóval ha egyszer leszakad itt erről a kettes bolyról, akkor nagyon sokat fog veszíteni, ami előbb-utóbb be fog következni, valljuk meg, hiszen most már 8 a hátránya. Most éppen ebben a pillanatban DRS-sel fog közeledni Maier Milánra, akit megelőz Boda Zoltán, és átveszi a második helyet. Így van, na ez érdekes lesz, ez az utolsó párkör. Miközben egy előzés macsala Dani előzte Kristófot a softokon. Átvetett tőle a 9. helyet. Itt előző Ron Háros eset és Timbus eset után mindig félek mostantól ezektől a megcsúszásoktól, amiket így láthatunk. Tiesztőek. Az a helyzet. Sose tudni, hogy itt mi a vége végül. Előre. A feladatát teljesíti Szabó Konyi Bence. Egy másodpercen belül tartja magát Maier Milánhoz képest, amennyire csak tudja, de hát így is már másfél másodperc csak a hátránya Bereznai Dánielnek. Köz Attilával történt valami. Bereznai Dani egyébként tegyük hozzá egy nagyon szép futamot. Futához képest, hogy az rajtnál bele akadt ebbe a kalamajkába, ami rengeteg pilótának a hátraesését okozta, és most ott érhet fel Boda Zoltánra és Maier Milánra, és lehet, hogy pont rosszul jön nekik ez a Szabó Konyi Bencés összekötés, mivel Berezna is simán felérhet rájuk ennek köszönhetően. Igen, akár ebbe egy hármas csata is lehet hármajuk között a második helyért, Bereznai Dániel, Maier Milán is Boda Zoltán között. Szabó Konyi Benceben nem érzem azt a tempót, hogy ebbe itt a 11 körös hardokon be tudjon szólni. Neki ott ez az alávágással, az a 7,5 másodperc előny, azt ki is tudta autózni, vagy 8 másodperc előny nagyjából, amit ki tudott autózni, de ez egyáltalán nem volt elég számára. Itt a médiumokon sokkal jobb tempót tudnak autózni. Könnyebb autóval a pilóták itt az élmezőnyből mindig próbálja húzatni magát a Bokonyi Bence. Korsosra tud egy másodpercen belül maradni, viszont ennek Maier Milánékra nézve továbbra is az a hátránya, hogy Bereznai Dániel meg fog érkezni rájuk az utolsó körökben. De ne felejtsük, hogy most már csak két körünk van hátra, ezzel együtt 3 a 20. körrel együtt. Bereznai Dániel 1,2 másodpercre megcsúszott az utolsó kanyarból kimenet a basztabba. Mit csinálhatott Boros Csongor, hogy kiértemelt egy ilyen 10 másodperces büntetést? Mindeközben Macsoda Daniékat nézhetjük, hogyha esetleg az élen éppen nem történik semmi.
Mivel Macsala Dani és Kristóf csatáznak itt a 10. helyért. Így hasonló a szituáció, mint az élen. Kristóf 10 körös árdakon van. És ez a lávágás kedvéért követte Szabó Kunyi Bence stratégiáját. Ez ennek a stratégiának vethet véged. Esetleg Macsala Dani azzal, hogyha most már véglegesen előtte tud maradni Kristófnak, hiszen láthatok, hogy előtte megelőzte, de most újra elé került Kristóf, az előző követ nem tudott elépni tőle egy másodpercen kívülre. Mi látszik is, hogy egyébként nagyon nehéz úgy is, hogy a pilótának sokkal jobban tapadó gumia van, hiszen Szabó Kunyi Bence már körök óta tudja húzatni magát Boda Zoltánnal és Mayer Milánnal. Mi történik az élem? 4,5 másodperc a különbség Boda Zoltán és Mayer Milán között, miközben Mayer Milán már 7 elhúzott Boda Zoltántól. Mi történt Boda Zoltánnal? Ez most a kérdés, bár meg is kaphatjuk a választ, hogyha nézzünk egy kicsit itt erre a lenti telemetria grafikonra, ahol látjuk azt, hogy overtake-et kezdett el használni Szabó Kunyi Bence, itt az utolsó 2 körre érkezve bevet mindent ahhoz, hogy ott tudjon maradni az első 4 között. Bereznai Dani éppen hogy csak utolérheti őket, bár Bereznai is nagyon-nagyon kevés RS-sel közeledik rájuk. 1,1 másodperc most a különbség. Itt ebben a körben még úgy tűnik, hogy nem fog DRS-t kapni. És ez nagyon kritikus. Ez nagyon kritikus pont itt szerintem a futam vége fele közeledve, tehát az utolsó körben, hogy itt Bereznai Dani nem tudta megszerezni ezzel a DRS-t, hiszen így ebben a körben nem fog lényegesen közeledni. Itt az 1 másodperc környékén fog tudja maradni az előtte lévőkhöz képest, az utolsó körre fordulva majd, ami számára innen nagyon nehézé teszi a futamot, főleg úgy, hogy most már egyáltalán nincs RS-e. Az utolsó előtti körben, amit mondtam, hogy ki lesz hátrébb az utolsó előtti körben, úgy néz ki, hogy itt a hármas bolyból Szabó Kunyi Bence az, aki a leghátrébb van, és viszonylag sok RS-sel meg tudta tartani itt a pozícióját, tudta húzatni magát. Ez egy igazán lényeges része a stratégiának, amit nem vettünk figyelembe, hogy ezen a pályán mennyire könnyű itt egy másodpercen belül maradni a DRS használatával, miközben Bereznai Dániel a kanyargós részen besikerült küzdeni magát egy másodpercen belülre, így ő is nyithatja az utolsó körben a DRS, de egy 3 másodperces büntetése rendelkezik, szóval ő a második hely kérdésében biztosan ki fog maradni ezzel kapcsolatosan. Mayer Milán fogja majd megkezdeni itt a másik helyet, utolsó kört, miközben Istvánról keveset beszélünk, aki 5 másodperce vezeti a futamot magabiztosan. Ő fogja megkezdeni az utolsó kört, az első, az élen. A Ferrarival első futam győzelmét szerezheti az 5. Timbo Ironman ligában Puki István és a Ferrari is. Na de, az igazi kérdés, ki lesz a második? Így van, ez még egy nyitott kérdés. Miközben Mayer Milán megteszi az első kanyart, most ebben a körben ő van a legrosszabb pozícióban, mivel támadhatja őt mind Boda Zoltán, mind a csapattársa, Szabó Kunyi Bence. Szabó Kunyi Bencének van ebből a hármasból egyébként a legtöbb RS-e, tehát ilyen szempontból ő lehet előnyben. Kérdés az, hogyha esetleg most tud akár 2 előzni Szabó Kunyi Bence, ami igencsak valószínűleg 2 pozíciót is veszthet most Mayer Milán, Boda Zoltán úgy tűnik, hogy fel tud jönni a második helyre, és ez így is maradhat, mivel bekerült Szabó Kunyi Bence csapattársa elé, ezzel nagyon-nagyon feltartva őt, és ellehetetlenítve őt a második helytől. Ez a harmadik, negyedik hely egyébként nagyon jó az AlphaTauri szempontjából, de nem tudom, hogy egy második, negyedik hely jobb lette volna. Nem tudom, hogy akár az lehetséges lett volna-e ilyen állás függvényében. És akkor nézhetjük azt, hogy hát ha lesz-e még itt támadás az utolsó kanyarba. És bár Bereznai Dániel kerül nagyon közel Mayer Milánhoz, ami a pozíció szempontjában Mayer Milánnak nem okozhat gondot Bereznai Dániel, hiszen Bereznai Dániel még korábban említettem, hogy van egy 3 másodperc egy büntetése, de abban a szempontból, hogyha Bereznai Dániel meglepi Mayer Milánt, akkor semmiféleképpen nem fog tudni támadni. Mindenki villog már itt, ha jól látom, 10% alatt Szabó Kunyi Bence és Boda Zoltán is. Boda Zoltánnak egészséges előnye van, ez 5 másodperc, itt nem rontja el a sikánt, akkor ez meg lesz ez a második hely, miközben Puki István most ebbe a pillanatban szeli át a célvonalat, megnyerve az első pályafutamot a mai napon. A második helyen Boda Zoltán érkezik,
végül ő volt hátrébb az utolsó öti körben, ami a döntő volt. Szabó Konyi Bence a harmadik és Mayer Milan a negyedik helyen. Úgyhogy az utolsó előtti körben, az még a Kemmel egyenes előtt még a második helyen autózott Mayer Milan, még a negyedik helyen ért célba az Alfa Taurival. Számomra az lett volna a legnyerőbb stratégia így utólag okoskodva, hogy a harmadik, negyedik helyen támadják meg Boda Zoltán az utolsó körben. A hatodik helyen Kökény Tamás húzza be az Aston Martint. A hatodik helyet húzza be Kökény Tamás az Aston Martinnal. Így kicsit jobban hangzik. A hetedik Gab lesz, a nyolcadik Bíró Zalán, a kilencedik Kristóf, aki végül Macsada Dani előtt tud végezni. A tizennegyedik Vajda Gábor, 12. Attila, 13. Boros Csongor és a 14. Takás Gábor lesz, aki az egész futamot AI-ban teljesítette. Valószínűleg nem tért vissza. És akkor ez lett volna ez a belga nagy díj. Hát érdekes volt, érdekes volt az egésznek a kimenetele, én nem erre számítottam. Az elején nyilván azt megnézve, hogy Özil Dirim indult a pole pozícióban, Ron 3 második helyről, majd aztán most Puki István nyerte meg a futamot, Boda Zoltán a második és Szabó Konyi Bence a harmadik. Ez érdekes volt. Akár még, hogyha a futam kezdete után a 3-as vagy 4-es kanyarhoz érve, a lökömhoz érve, még úgy tűnhetett, hogy Szabó Konyi Bence veheti át pillanatnyilag a vezetést a jobb gumiainak köszönhetően, de ott volt ugye elején az a baleset, ami aztán hát, hatalmas nyomot hagyott az egész futamon, ami miatt talán, vagy aminek ami segítségével győzhetett Puki István, mert ez nem vesz el semmit sem az érdeméből, ezt hozzátenném. Úgyhogy igen. Ez érdekes lesz. Puki István maga biztosan be tudta húzni ezt a futamot. A körülményekhez mértem mindent kiadott abból, amit lehetséges volt ezzel a Ferrarival. Egy nagyon szép futamot teljesített, semmiképpen nem veszel az érdeméből az első körös kalamajka, sőt, ezek után is nem tudott, nem került bele abba a hát az ütközésbe, és ezután nem esett ki a tempóból, és maga biztosan be tudta húzni ezt a futamot, és ez egy alapot adhat nekünk a következő futamra. Megnézzük, hogy Puki Istvánnak lehet-e ugyanilyen jó tempója, hogyha Puki a legelején... Istvánnak nem. Ja. Tényleg. Mivel Puki ő Istvántól... most... Igen, fejezd be akkor, te én nem vágok a szabadba. Szóval Puki Istvántól búcsúzunk az első futam után, minden tudomásunk szerint. A második futamon nem fog részt venni. Akkor úgy mondom, hogy a második helyért Boda Zoltán meg fogja tudni küzdeni itt a második 50%-os futamunkban. És kialakul ez a Mayer Milan. Mayer Milan Szabó Konyi Bence Boda Zoltán 3-as itt a második futamon. Így van, és akkor most már megkaptuk a helyes felállást, ahogyan versenyezni fognak a pilóták, és akkor itt már Özil Dirim a Williamsben van példának okáért, és itt most már minden úgy van, ahogyan annak lennie kell. Hát egy izgalmas száraz futamat láthatunk, és akkor most jön még a változó időjárásos futam. Amivel nagyobb izgalmakat szokta okozni itt a Team Byron mellik a specialitása, ha lehet így mondani. Így van. Itt valaki kérdezik közben a chat, hogy a tabella mellett látható. A Discordon a bejelentések szobában megtalálható, de ha Ádám rákattintasz, akkor az első futam után lévő tabella, az első két futam után lévő tabella, az első forduló után lévő tabellát meg is tudjuk nézni megint. Esetleg valaki nem maradt a közvetítés elejéről.
Így van, és akkor ezt hozzátennénk, hogy ez nem frissített tabella a mostani futam utáni eredményekkel, ez még az első forduló, ahogyan mondta Zsombor is. Itt még ebben bőven lesz változás. Az biztos, hogy az AlphaTauri nagyon jól szerepelt, és igen, tovább növelték bőven az előnyüket, tehát itt aztán ettől nem kell aggódni. 27 pontot szereztek ezen a futamon. Szerintem ők szereztek a legtöbb pontot most így egy gyors kis fejszámolása a csapatok közül. Ugyan üldözői közül, mint az Alfa Romeo-ban Marcello tudott csak pontot szerezni. Míg Bereznai Dániel Mercedesnek tudott szerezni most 10 pontot az 5. helyen. Egy gyors fejszámolás után biztos, abban biztosak lehetünk, hogy az Alfa Tauri megerősítette az első helyét, és most már egy viszonylag nagyobb távolságra tetszett itt az első, második forduló első futama után. De hát ezt meg kell várni majd itt a második második forduló utáni tabellát a pontos számolásokkal. Én most ezt csak így rögtön eztem fejben ezeket az információkat. Ami továbbra is, hogyha valaki nem a jövő heti közvetítésből szeretne róla tudomást szerezni, akkor megnézheti a Discordon, és ajánljuk mindenkinek, hogy csatlakozzon fel a Discordra, hogyha esetleg versenyezni szeretne a ligában, tartalékként bármikor lehet jelentkezni és bekerülni. Továbbá, ha tetszik a liga, és továbbra is szeretnétek követni az eseményeket, itt keddenként velünk 20-15-től, kisebb csúszás ellenére általában pontosak szoktunk lenni. Itt 20-15-től a ligát, akkor iratkozzatok fel, és támogatni is tudjátok a ligát. Ha támogatni szeretnétek a működésünket, illetve a pilóták díjazását, minden, ami a támogatás jön a ligába, az bele van fordítva a pilóták támogatásába, a nyeremények vagy nyeremény alapba, illetve a különböző közvetítés fejlesztésébe. Így van. Na, én kilettem kikelve a lobbyból. Ez érdekes. Ilyenkor össze tudok lépni? Szerintem igen. Nem, én bannolva vagyok. Engem kiziltottak. Én többet nem közvetíthetek. Nekem is valószínűleg valami hiba történheten. Amíg rendeződik, addig újra felkerült egy napversenyző szavazás a második futamra is, ahol Szabó Gunyi, Bence Tomás Rohár is Vászra Puki is van, és Bereznai Dániel ról lehet szavazni a napfelsőzője díj megnyeréséhez, és Puki is van, akkor eltért az információink, mégiscsak velünk tud tartani itt a második futamon, hiszen itt van a lobbiban. Igen, akkor ez egy fake info volt. Elnézést kérünk itt a... Meg tudsz hívni esetleg Zsombor, hát, ha ez működik? Azt próbáltam. Hát meglátjuk. Na most is azt írja, hogy you are banned from this session. Hát akkor ez nem éppen lesz szerencsés. Na ilyenkor mit lehet csinálni?
Szóval Ádám, így mit gondolsz a második futamra fordulva, így hogy Puki István mégis velünk lesz a második futamon? Hát van még egy élmenünk, ezt tudnám erről elmondani. Úgyhogy mindenképpen érdekes lesz. Még egy élmenővel, és igen, lényegében ennyi a véleményem, nem túl bő. Az biztos, hogy még izgalmakat tartogat. Ez a futam, tehát ez a változó időjárással bőven. Úgyhogy... Az a kérdés, véleményem szerint, hogy lesz olyan, aki meg fog lepni minket itt a második próbálkozásra. Nem hozott ki magából mindent, vagy esetleg korán rosszul sikerült neki a futam. Gondolok én itt Özyedi Rimre. Például a kokáért. Neki nagyon rosszul alakult itt az első futam, vagy a második futamon. A változó időjárások között safety car-ra ráadásul mindenféleképpen szerintem ő is futamgyőzelem esélyesnek mondhatnánk majd meglátjuk. Hát meg bizony. És akkor új lobby van, tehát még csúszunk egy kicsit, sajnos ez a mai nap ez ilyen, de ilyen is kell. Köszönjük szépen esetleg az újra becsatlakozókat, vagy új becsatlakozókat, és reméljük, hogy élvezni fogják itt a második futamot. Ugye a képernyőn is látszik, hogy ez változó időjárása lesz, és itt már lesz biztonsági autó, tehát ez mind a kettő faktor megkavarhatja a pilótákat. Úgyhogy mindenképp érdekes lesz, és érdemes lesz figyelni. Igen, és te ezt már spoilerezted, de most itt megosztom itt a nézőkkel, hogy a második időjárás kvalifikációja, az nem száraz lesz, nem szárazon fogjuk látni még egyszer a pilótákat, hát megnézzük, hogy ki milyen tempót tud autózni interes körülmények között, tehát az átmeneti első gumikkal. Ez egy szint vihetít az időmérő edzés, mivel azért nem ugyanazt a két pilótát, három pilótát fogjuk látni az első helyen. Na. Akkor ebben a pillanatban... meg is vagyunk. Én úgy látom, vannak új pilótáink, hogyha jól látom, ezt én számomra ismeretlen nevek, Xboxos, egy Xboxos és két PSS név. Hát nem tudom, hogy ők a liga tagjai-e. Nem láttam még sosem őket, de hogyha tagok, akkor üdvözlik őket, hogyha nem tagok, akkor majd biztosan lesz velük kezdve valami. Úgyhogy igen. Ez az, amit láthatunk itt a lobbyban. Itt gondolsz, lesz-e esetleg olyan kalamajka itt a második futam legelején, mint az első futam on? Hát lehet, hogy tanultak belőle a pilóták. Vagy lehet, hogy nem. Igazából nem tudom. Ezt jól megmondtad. De most a te tippedre vagy a kíváncsi. Lesz-e itt az élmenő közül korán búcsúzó pilótánk, szerinted? Ez nem. Úgy, hogy ebben a szempontból az ilyen... Vagy most nem lesz semmiféle kalamajka, és mindenki el fog tudni jönni biztonságosan. Én azt mondom, hogy lesz kalamajka, de nem az élmezőnyben. Az élmezőny az előző futamon megtanulta, hogy
hogy így nem kéne versenyezni, és tehát nem az élmezőnyben lesz, hanem inkább hátrébb lesz Kalamajka rajt után, nem tudom, hogy hol egészen pontosan, de én azt érzem itt az energiákban, a bolygók állása azt mondja nekem, nyilván most viccelődök, de hogy van egy olyan érzésem, hogy lesz itt valami, amivel nem számoltak a pilóták. Játszunk, Ádám. Játszunk. Szerinted ki lesz a második futam győztese itt az első futam eredmény alapján? Lesz a meglepetés, vagy hasonló lesz az erős sorrend, mint az első futamon? Jó, de akkor ne, csak itt mi ketten játszunk, vonjuk be ebbe a csetet, és a csetet is kérdezzük meg, hogy szerintetek ki fog nyerni, írjátok meg a kommentekbe, és akkor majd a közvetítés végén nyertest hirdetünk. Én azt mondom, hogy Thomas Ronhár egy biztos opcióval megyek. Ugye ő nyerte múltkor a változó időjárásos futamot Imolában is. Én azt mondom, hogy ezt is most be fogja húzni. Az előző futamon nem jöttek ki úgy neki a dolog, de a tempója nagyon jónak tűnt. Özil Dirimet se lenne egy túlságosan kockázatos döntésben mondani, de én most Ronhár az, akire szavaznék. Nekem ő az, aki. Igen. Igen. Szerinted? Véleményem szerint én most ilyen veszélyes vizekre vezek. Szerintem abban a szempontból meglepetés fog születni, hogy én most azt mondom neked, hogy Puki István duplázni tud ez a két futamon. Úgyis, hogy nem nincsen Kalamajka az első kanyarokban. Úgyhogy majd meglátjuk. Én nagyon jó tempót láttam Puki Istvántól, amúgy is nagyon jó tempója van Puki Istvánnak. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy itt a változó körülmények között is meg tudja szerezni itt az első helyen. Hát kíváncsi leszek. Puki István duplázás, vagy Thomas Ronhár itt a cseten. Van egy Szabó Kónyi Bence, és még egy Ronhár tipp. Hát, jó kérdés. Jó kérdés. Izgalommal várhatjuk. Teljes, olyan, mint az ötös lottóra játszanénk ezekkel a tippelésekkel, mert még bármi is lehet itt a futam előtt. Hát itt még bármi. Igen. Aki mondok, igaza van egyébként, tehát ez így előre lútri megmondani, de hát most a játék kedvéért nincsen semmi ebben. Aztán kiderül, hogy végül nem tudom, Timbó nyeri meg a futamot, és senkinek se lesz igaza az eddig tippeltek közül, tehát hogy azok közül, akik eddig tippeltek, hát mindenféleképpen izgalmas lesz. Én biztos vagyok benne, hogy nem fogunk, hogy nem egy eseménytelen futamot fogunk látni. Itt a változó időjárás gondoskodik is erről nekünk. Legalább, hogyha más nem, akkor időjárás változás az lesz a futamon. Amit változatás se teszi a futamon. De hát szerintem itt a pilótáink is gondoskodni fognak arról, hogy nem fogunk unatkozni, és még mielőtt itt elindulna a futam. Még egyszer felhívnám a figyelmet, hogyha nem akartok lemaradni minden héten, kedden. Esetleg elfelejtenétek, de hát ezt nem lehet elfelejteni, hogy Timbo Áramellig a futam van, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt, és így mindig látni fogjátok, ha elindul a stream. A Discordon megtaláljátok esetleg a tabellát, hogyha korábban vagytok kíváncsiak a tabella eredményére, általában már ma éjszaka, a futam után éjszaka ki szokott kerülni az új pontállás, illetve ha ott tudtak jelentkezni a ligára, illetve mindenféle támogatást nagyon szívesen veszünk, amit a pilótai díjazásába, illetve a közvetítés fejlesztésébe forgatunk. Itt senki nem fog meggazdagodni ebből. Így van.
és akkor az intermédietes one-shot kvalifikációra fogunk lassan beérkezni. Most már tényleg és akkor most itt nézem másodban. Most választ-e? Jó, akkor legyen Attila. Az egyik McLaren Attilával fogunk menni? Igen. Na és akkor bent is vagyunk, pilóták beállítják a beállításaikat, és mindenki felkészül erre az egy lövésre, amiben rendelkezni fog. Ami meghatározza nekünk azt, hogy hogyan fog rajtolni itt a második futamán, a Team Bajra Málig a második fordulójában. Második 50%-os futammunkon a mezőny lesz megint. Ulász Özyedirin pole pozíció itt az intermédiátes időjárási körülmények között, és esetleg valaki más tudja tőle megszerezni ezt a előkelő tisztséget. Na most kell nagyon koncentrálni, megtalálni Attilát és még gyorsan odaváltani, bár ilyenkor szinte lehetetlen. Na, az előbb sikerült, így is van, és sikerült is, szóval akkor őt nézhetjük. Most jönnek a 15. helyen intermédiáteken, és akkor kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Egyelőre Özil Dirim vezeti. Jó, ez ki is mondta, Thomas Ronhard most már az első. Özil Dirim nagyon hátra csúszott, a 16. helyen van jelen pillanatban. Nálam még mindig vezet. Ú, de az jó. Érdekes. Lehet, hogy elvette a körét a játék, vagy nem, most nekem visszaugrott. Nekem most visszaugrott az első helyre. Rendben. Akkor én nálam volt a probléma, bocsánat. Attilával megyünk. Én nekem most sikerült elváltam Attiláról. A névtelen kanyarba érkezik. Nehéz volt visszatalálni a változó pozíciók miatt. Miközben a Juan Tomás Ronhár kezdte meg az ilyen, aki most megint nekem hátra esett a 16. helyre. Hát elvette a körét a játék. Vagy nem. Nem tudom, most pontosan Puki István vezet nálam, nem tudom, hogy állunk. Nálam is. Beresznői Dani a második, és jól állnak a pilóták. Itt simán lehetséges így Puki István polból a Puki István duplázás. Miközben Attila a tizedik, akit nézünk. Jelenleg a busz megállóhoz érkezve Puki István az első, Özil Dirim a második, Beresznői Dani a harmadik. És Bola Zoltán a negyedik, Bence, Vig Bence zárja a top 5-öt. Kérdés az, hogy ez a busz megálló után hogyan és merre változik. Úgy tűnik, hogy Puk is van meg tudja tartani az első helyét, és ebben a pillanatban be is fut az első helyen. 1.54.10-zel megszerzi a pole pozíciót, több mint 2 tizeddel, 2.5-lel. Ez majd Dániel előtt. Ez nálam az Ildényem előtt. Akkor Özil Dirim előtt? Bocsánat, én igen, Özil Dirim előtt. Pöröznagy Dani a harmadik helyre hozza be, a Haas a negyedik Boda Zoltán, ötödik Takács Gábor, hatodik Víg Bence, a hetedik Szabó Konyi Bence, nyolcadik Kökény Tamás, a kilencedik Kristóf, és a tizedik helyről Mayer Milán fog rajtolni. Puki István behúzza a második időmérő edzésünket. Így van. Megelőzze Ulász Özil Dirimet. Nagy volt a csata a kettőjük között, és itt az intermédiátes idő körülmények között is egy ilyen 2 tizedes különbség. Az annyira nem nevezhető nagynak, főleg egy ilyen hosszú pályán. Így van, érdekes lesz ez a futam. Illetve én kíváncsi ezek Tomás Ronhard felkapaszkodására is, aki a 16. helyről fog rajtolni. Így bizony. Úgyhogy a 17. helyről fog rajtolni Tomás Ronhard. És nagyon esik az eső, nem tudom te. Neked hogy látszik itt a kijelzőn, de... Ez én itt very wet. A részdirektorban úgy látom, hogy mindenki az extrém esőgumit rakja fel. Senki nem kockázhat itt az intermédiátekkel, esetleg a későbbi felszálló pályán, bár
Én itt akár a hátul lévő pilóták közül én ezt itt kíváncsi lennék rá, hogy valaki megmeri ezt kockáztatni. Hát én is. Nem tudom, hogy lesz-e, aki kockáztat. De egyelőre továbbra is úgy néz ki, hogy nem is a részdirektor állapota szerint, hogy mindenki az extrémesek gumin fog rajtolni, de hát ezt nyilván akkor fogjuk meglátni, amikor elrajtolnak a pilótánk. Nagyon jó időmérő teljesített a Ferrari, első és hatodik hely. Ha meg tudják tartani ezt a jó formát a futamon, akkor egy masszív pontszerzést tudnak itt a második futamon is szerezni, nem csak az elsőn. Az első futamon Vig Bencén feladta a futamon. Nem volt esélye pontszerzésre, azt hiszem 1000. Úgyhogy meglátjuk, hogy a Ferrari hogyan teljesít ezen a futamon. Ugyanúgy az első 10-ben a két Alfa Tauri is, Bokonyi Bence és Mayer Milán. A hetedik, illetve a tizedik helyre most kicsit hátrébről, de hát láttuk, hogy itt az versenytempó az, ami a Alfa Taurinál nagy. Na nézzük, most fogunk elrajtolni. És ebben a pillanatban ki is alszanak a lámpák, és Bola Zoltán lerajtolta Bereznai Dánielt, bár még mindig egymás mellett a két pilóta. Hatalmas tömörülés itt a rajtnál, úristen, többen egymás mellett, úgy tűnik, hogy talán valamennyire balesetmentesen el tudtunk jönni, bár, ahogy ezt kimondom, Timbo meg is forog, és hátul látszott a megforgott autója. Hoppá! Mi történt? Vig Bencével tört a szárnya, nekivágódott a falnak. Bizony van itt Kalamajka a rajt után, és akkor jön Kökény Tamás, és előzni Takács Gábort. Bár itt az élen is van helycsere, de ahogyan néznénk, hatalmas csata itt a két pilóta között. Intereken Puki István, Veriveteken Boda Zoltán a két pilóta között. Hatalmas a csata, de úgy tűnik, hogy Boda Zoltán tud eljönni az első helyen. Még nem olyan jók ezek az intermédietek, bár ki tudja, nem olyan nagy a különbség a két keverék között, bár most Bereznai is előzni Puki Istvánt, hogyha hagyná magát a Ferrari, de nem hagyja magát, eközben Boda Zoltán el tud húzni nagyon a Ferrari elé. Páran választották az intermédietet, de a versenyzők nagy része extrémeső gumikon rajtolt. Így például itt tett például Özil Dirim is, aki ugyanúgy támadja Puki Istvánt. Hát elképesztő izgalmakat láthatunk most, miközben Bereznai kívülről előzni Puki Istvánt, és előzi is. Nem tudott vele mit csinálni, a Ferrari nagyon szépen csinálta a ház, és akkor jönne a Williams-el, Özil Dirim is jön is. Belső éven támad, és simán meg is van neki ez a pozíció. Puki István több pozíciót is veszít, mi történhetett vele? Kis csodródott a sóderájban, nem tudom. Nem. Ekközben csatába kapcsoltam bele, Macsala Dani és Gab között, picit le lett szorítva a fűre Macsala Dani, ez nem biztos, hogy a szép megmozdulás volt, miközben Rohár már a hetedik helyen, bár törött szárnyal, az első, a jobb első szárnyvéglapja hiányzik, alig tudja bevenni itt a Lassort. Jól láttam, Puki Istvánnal az történt, hogy összeért Szabó Kónyi Bencével, és Szabó Kónyi Bence megütötte hátulról, így megforgott Puki István, így nagyon sok pozíciót veszített, 16. helyre esett vissza a Ferrarival, igazából Ulász Özil Dirim is, és Tomás Ronhár is meglátogatja a box utcát, mind a ketten intereket raknak fel, és mind a ketten szárnyat is cserélnek. Így van, szárnycsere. Inter felrakása, és érkeznek is kifele. Ulász Özil Dirimnek ugyebár a rajt után volt egy kisebb kalamajkája, bele nem tudott elfordulni az első kanyarban, de neki rakték a falnak. Jól láttam. Ez a Boda Zoltán vezeti a futamot, jelen pillanatban Bereznai Dániel előtt. Egy 15 másodperc az előnye. Boros Songor és Attila. Hát úgy tűnik itt a cseten jövő reakciókból is, hogy az lesz, amit te mondtál, Zsombor, hogy Özil Dirimmel ütközött Puki István. Na közben Boros Csongor és Attila közötti csata a Puhonban. Itt nem tudták nagyon meghagyni egymásnak helyet, és mindketten nagyon kisodródnak, és ennek hatalmas nagy nyertese lesz Szabó Kónyi Norbi. Beszélni, azt pedig majd megtanulok, viszont a Bíró Zalán
Tól is vesztett egy pozíciót, vagyis veszítene pozíciót, Attila, de nem hagyja magát, és nagyon szépen megelőzi a házt. És úgy tűnik, hogy most már interes az időjárás, mivel nagyon-nagyon elkezdett hozni Szabó Kolnyi Norbi az előtte autózókon, és most már jön is be Boros Csongor mellé, nem vár tovább, itt a Lászorba fog előzni. Szabó Kolnyi Norbi az első olyan pilótánk a mezőnyből, aki intermédiateken van, ezért ő nagyon sokat nyerhet. Számára az lenne a legeslegjobb ebbe a pillanatban, hogyha nem jönne safety car a pályára. Ez 1.58-4.60-nal Bereznai Dániel leggyorsabb a mezőnyben. Mindenki jön ki a box utcába, pontosabban nem mindenki, Boros Csongor és Attila látogatni meg a box utcát valószínűleg interekért, illetve lehet, hogy valamelyiknek egyéb problémája is akadt. Néznék szektor időket, illetve időt, csak Szabó Kolnyi Norbi ugyebár csatába került itt utolsó körökben, úgyhogy nem annyira releváns az, hogy az első helyen lévőköz képest mély időt megy, egyébként 4 másodperccel volt rossz, lassabb ideje, mint Bereznai Dánielnek. Ilyen helycsere. Így van, Bereznai Dániel megelőzte Boda Zoltánt. Miközben Macsala Dani előzné Puki Istvánt. De még nem. Hát nézzük. Itt a csatát Bíró Zalán és Szabó Kolnyi Norbi között. Az érdekes, hogy nagyjából egyforma tempót tudnak autózni a keverékeken a pilóták. Nem mondható ki az még biztosra, bár itt Gab deltájából inkább látszik ez, vagy inkább az ellentetje látszik, hogy kimondható lenne, hogy jobbak lennének az interek, de az biztos, hogy hosszú távon jobbak lesznek, nem fog ez mindig ennyire esni, és hogyha már most ennyire jók az interek, vagy ennyire rosszak az extrém esőgumik, akkor igazából nincs mit gondolkozni ezen. Váltani kell, vagy jó döntés volt a váltás. De Szabó Kolnyi Norbi egy 7-10 másodpercet tudott hozni Kökény Tamáson, lehet, hogy ez Kökény Tamás hibáján alapult. Vagy lehet, hogy ennyivel jobbak lennének az intermédiátek, de hát Bíró Zalán... Azt nehezen hiszem, mivel jön Bíró Zalán. Így van. A Puk István előzné Gabot egymás mellett a sikánban. De Puk István kijön a boxba. Miközben itt... Safety car. De mi miatt? Miért safety car? Túl heves eső, nem, nálam már se lehet, hogy túl heves esőzés, túl sok törmelék, de ki által került fel a pályára? Túl sok törmelék. Nem tudom, de most Puki Istvánéknak jól jön, akik kijönnek a box utcába. Intereket kell ide felrakni, vagy lágyakat? Puki István egy friss interekkel jön ki. Lágyakat? Szlikkeket. Szerintem a slickek, de elég messze vagyunk. Az igaz, de ki tudja, hogy mennyi ideig marad ki, mint a biztonsági autó. Egy kört biztos elmennek, és akkor amíg ezt ugye deltával, így itt ugye deltával mennek a pilóták, az azt jelenti, hogy akkor a különbség a pilóták között mindenképp maradnak, és ez egy nagyon hosszú pálya, tehát akár nagyon sokáig is kimaradhat. Hát Ádám, hogyha valaki felrakja a slickeket, én megeszem a kalapomat. Hát jó étvágyat. Viszont itt Szabó Kolnyi Norbi át fél venni a vezetést. Számára nagyon jól rosszul jött ez a safety car, hiszen sokkal nélkül előre tudott volna szerteni, mikor Vajda Gáborra történt valami. A puomban? Eldobta volna? Adtál a safety car is. Vagy nem, az első kanyarban neki ment a safety car-nak vajon? Nem tudom pontosan, mi történt Vajda Gáborral, lényegtelen is ebből a szempontból. Amit mondani akartam, amivel elkezdtem mondani, szóval, hogy valójában Szabó Kolnyi Norbi az óriási vesztese ennek a safety car-nak. Attól függetlenül, hogy most első helyre fog állni a Mercedes a Szabó Kolnyi Norbi. Valószínűleg, hogy kiáll mindenki a box utcában, amikor ebben sem vagyok annyira biztos. De ez ebben legyél is biztos, Zsombor, mert hogyha megnézed, és most spoilerezünk egy kicsit, de vagy nem tudom, ez mennyire számít spoilernek, vagy hogy lenne a jobb közvetítés szempontjából, de a következő időjárási fázis az ugye a felhős lesz. És hogyha felhős a pálya, akkor nem látod azt még előre innen,
hogy mennyire fog felszáradni, már pedig a felhősnél száraz lesz a pálya, tehát fel fog száradni, csak éppenséggel az égszíne nem fog változni. És innen akár lehetnek közel a lágyak, vagy nem a lágyak, megint rosszul mondtam, az a slickek. Ne, hát jó, lehet. Lehet a slickek akár ebből a szempontból relevánsak is lehetnek, és ahogy Timbo is jön a Box utcába a tizedik helyről. Esetleg egy friss intereket rak fel, Timbo, ez a kérdés. Vagy már egyből a... Ne, friss intereket rak fel. Mindenki az interekre szavaz, úgy néz ki, hogy sokáig lesz még ez az inter időjárás. Ja, a felhősben benne van az is, hogy ilyen light eső lesz egész végig. Az is igaz. Úgyhogy... De ebben a szempontból Szabókonyi Norbi továbbra is rosszul járt, hiszen mindenki teljes idő veszteséggel állt valaki a Box utcába előle az intermédiateken. Mert hogy aki Evetem volt előtte, mivel ő intermédiateken volt, így neki nem kellett volna kiállni a Box utcába. Buki István kapaszkodott itt a Kalamaika után 16. helyről, már az 5. helyen van a Ferrarival. Szépen taktikázott itt a safety car alatt, meg egyébként is az 5. helyre hozta vissza a Ferrarit, és abszolút dobogó, akár futamgyőzelem, esélyes is lehet még ugyanígy az első helyre rajta a Puki István. Kisebb első körös Kalamaika után újra itt van az első ötben. Senki se kockáztatta meg a slickeket. Nem. Lehet, hogy a pilóták belőle többet tudnak nálunk. Hát, az biztos. Nem tudom megkérdezni. A versenymérnök, hogy meddig lesz az időjárás, sajnos. Bár az egyébként... Egyébként nem lenne rossz újítás, hogyha lenne egy ilyen külön kommentátori mód, bár az mondjuk versenymérnöki szempontból nagyon sokat segítene, hogy ami megírná, hogy még hány perc van az esőből, vagy nagyjából egy kb-t, kb perc számot adna rá. De valójában ezt a pilóták, csak az információt, amit a pilóták megkapnak, információt azt megkapnánk mi is itt a közvetítésben, itt ez sok mindenben előre tennénk, szóval pontosabban sok új információt kapnánk. De hát... egyőre ez nincs terven a játékban, elvisi nem tudok erről. Pedig jó lenne, hogyha már fejlesztjenek egy kicsit a Spectator módon, mert vannak azért hibái, tehát... Ja, az mondjuk igaz a Akimó, ez simán benne lehet, erről nekem pontos információm nincsen, hogy Overcast-ban mennyire könnyen szárad a pálya, így viszont értelmes lehet. Szóval a lényeg az, hogy ráférne egy újítás, mert már egy jó ideje ilyen a Spectator mód, és megvannak a saját hibái, tehát hogy például hogy ilyen kamerálás, mint amit előbb láttunk Bereznai autójából, mutat akkor, amikor éppen hatalmas nagy akció van, és pont nem látszik semmi, és semmilyen kamerálásból nem lehet megmondani azt, hogy most éppen mi történik a pályán. Ilyen dolgok azért vannak a játékban, nyilván vannak nagyon szép kameraképek, nagyon jó dolgok is ebben, tehát a legújabb újítás szerintem, ami jó, vagy ami volt, az a ugye számokkal való váltás előtte, meg vagyis az biztos, hogy én nem régen, vagy hát jó, most már régen, de akkor ez nagyon nagy újításnak tűnt, hogy a számokkal lehetett váltani a pilóták között, meg D betűvel a különböző részleteket mutatja, a G betűvel, meg a pilóták közötti különbséget, T betűvel a telemetriát hozza fel, L betűvel a kör adatait, tehát a szektoridőket. Ez egy nagyon jó újítás volt. Most a probléma az, hogy ahhoz képest, amit például egy valós Forma 1-es futamnál tudnak a kommentátorok arról, hogy mi fog történni,
nincsen ilyen információnk, hogy mi lesz, vagy esetleg szektoridőket nem látunk pilóták között, bár nem tudom, hogy azt hogyan lehetne megoldani, maximum akkor, hogyha kettő monitorunk lenne, és lenne valamilyen applikáció ehhez, ami esetleg szektoridőket írna ki, vagy ilyesmi, vagy lehet, hogy már van, csak én nem tudok róla. Nekem ez a live timing része az, ami legjobban hiányzik ebből a kommentetelés részből, de térjünk vissza a futamhoz, Ádám, mert most mindjárt újraindítanak, és egy olyan információt kaptunk itt a chatről, hogy Bereznei Dániel streaméből kiderült, hogy egy 10 percet mondott esőre a versenymérnök, és azóta kb. 3-4, hát most már 6 perc telt el, úgyhogy hamarosan el fog állni az eső, de aztán megnézzük, hogy mennyire szárad a pálya. Most, hogy így közbe vágtam, csak ugye... Kezdődik. Így van, és akkor nézzük, mikor indít újra Bereznei Dániel, mikor lép a gázra, még nem, az utolsó pillanatig fog várni, ebben biztos vagyok. Nincs az Isten, hogy ne az utolsó pillanatig várna, nem, sikán, de sikán nem. Kigyarsításon, itt indított újra. És el is tudod húzni Boda Zoltán előtt, nincsen támadó távolságban Boda Zoltán. Lesz-e itt nagyobb kalamajka a lökomba, valaki megpróbál-e itt bevújni, esetleg első puskásként előzni, itt az első kanyarban mindenki el tud jönni, ha jól látom. Probléma nélkül. Itt a szilányoknak köszönhetően továbbra is itt a Kemmel egyenes után lökomba lett támadási lehetőség, miközben itt a 13. hely környéken egymás mellett voltak Timbo, Gab és Ron Hare. Miközben itt csata Apuki István és Kökény Tamás között, de Kökény Tamás nem tudott visszatámadni. És Gab és Timbo. Egymás mellett a két pilóta, belül Timbo, kívül most már belül Tomás Rohár is elmegy mellette, és jönne akár Boros Csongor is. Fog-e támadni Boros Csongor? Úgy tűnik, hogy nem. Közben itt az Arusz Tamás vezette Boly, Takács Gábor mögötte. Bíró Zolán van nagyon közel Takács Gáborhoz. Ebben Özgyedrém felkapaszkodását is látjuk. Itt aki mondja, hogy próbáljuk meg a race directort. Igen, benne van a race director a játékban, viszont azt nem tudod sehová se kitenni, és azért közvetítésben mégis hogy néz ki, hogyha itt mutatom a race directort, miközben megy a futam. És közben jön Özgyedrém. Nem hát össze a futam, közben szemezgettünk a race directből, miközben Özgyedrém megelőzi. Bíró Zolánt, és átveszi a 9. helyet tőle. Változás a második helyen is, Boda Zoltánt előzte Szabó Kónyi Bence, Bereznei közben megfutja a verseny eddigi leggyorsabb körét, és úgy tűnik, hogy egyre kevésbé esik az eső. Azt folyamatosan a verseny leggyorsabb köré változni fog, amíg egyre jobban szarad a pálya, és most már nekem úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon light eső van, nagyon kevés esik az eső. Van egy egyáltalán ilyen magyar szó, akkor Arusz Tamás támadja Takács Gábor a 8.-9. helyen, viszont az Orúsban így lelassul Takács Gábor, és Ulasz Özgyedrém nyerhet ebből a pozíciót. Bebújik csapattársa mellé, és ezt az egyesben meg is előzi, és esetleg Arusz Tamás mellé is be tud bújni a féktávon, de ezt nem kockáztatja meg, úgyhogy kicsit megcsúszott Özgyedrém a bemeneten, de meg tudta tartani szépen az autót. Itt a Brüsszelben ez egy kifékezési pont lehet, és be is bújik mellé az Özgyedrém, és nagyon szépen meg tudja tartani a több tempót itt a belső részén a Brüsszelnek, és ezzel átveszi tőle a 7. helyet. Szépen jön fel, tehát felfele az Özgyedrém is, itt bizony. A Williams-szel, és aztán Szabó Kónyi Norbi lehet a következő ellenfele. Szabó Kónyi Norbi lehet egy nagyobb távolság, egy 2 másodperces különbség alakult ki Kökény Tamáshoz képest. Az első 5 van nagyjából együtt, 3 másodperc különbség. Bereznei Dániel egy egészséges ilyen 1,2 másodperces előnyt sikerült kiautózni a Szabó Kónyi Bencéhez képest. Még a csetre reagálva, aki mondja, ketten vagyunk, igen, ez most az előnyünk, de hogyha például egyedül közvetít valaki, akkor ezt nem tudja megnézni, ezzel pedig kevesebb információja van a futamról. Nyilván nem azt mondom, hogy ez egyáltalán nem lehetséges, miközben Özgyedrém előzi Szabó Kónyi Norbit, kívülről kifékezi a buszmegállóban, és most már a 6. helyen, Ron Hare pedig Bíró Zalánt előzi.
Tehát nem azt mondom, hogy ezeket a dolgokat, tehát például a lifetimingot, azt lehetetlen megnézni, csak hogyha az ember egyedül közvetít, akkor viszont már ez nagyobb problémát okoz. Miközben Ron Haar és Takács Gábor között egy csata az Orrusban egymás mellett fordulhatnak el, akár, na nézzük, el fog elvenni valamelyikőjük, úgy tűnik, hogy Ron Haar lesz az. De mi lesz itt a lendülettel? Kinek lesz jobb a lendülete? Nagyjából egy, sőt, Takács Gábor elhúzott most. Szilárnyékban pedig már támadhatja Arucz Tamást. Itt a nyolcadik hely. Hoppá, egymásnak ütközik a két pilóta, és ezzel Ron Haar feljön a nyolcadik helyen. Ez nagyon érdekes megmozdulás volt. Újabb safety car. Újabb biztonság jött, így van. Itt a törmelék miatt esetleg, mert nem... Nem szét, ez az ütközés, az Arucz Tamás, Takács Gábor ütközés az, ami behozta ezt a safety car-t, és most slickekre lehetne esetleg váltani, aki bátor. Itt az utolsó helyek környékében, de a Mayer Milan meg is kockáztathatna a slick keveréket, ha ő érzi magában ezt a lendületet, de akár itt az utolsó helyek környékén szerintem nagyjából veszíteni valója a pilótáknak annyira nincs ezzel kapcsolatosan. Főleg úgy, hogyha egy másik a pilóta társuk az élmezénbe autózik. Így van, és akkor újabb biztonsági autós fázis. Így van. 9. körében a 22 körös 5. Tim Boyle mellé a második fordulójának második futamán. Na, és jön akkor a box utcába, és hopp, mindenki jön a box utcába. Új interekért jönnek a box utcába, vagy ez más slickekért? Néhányaknál az intereket látom. Én azt ligeket látom mindenkinél. Igen, akkor csak magos Dani volt. Mindenki a médiumra viszont vált. Minden a médiumnak a vég lehet menni, kivéve Tomás Ron Haar, az intereket rakta vissza Tomás Ron Haar. Akkor őnála láttam. Hát még mindig nem tanulta meg, még Imola után sem. Hogy itt a merés stratégiákat kell választani általában a Tim Wilder melligában, mert ráfarag az ember, hogyha nem bízik az összeneiben ezzel kapcsolatosan, hogy mit kell felrakni. Ezt érezni kell, ezt nem tudni, ezt érezni kell. Ki kell szagolni a levegőben? Igen. Krisznek köszönjük szépen az információt, hogy Doninak megint 5 és 10 percet mondtak az esőre, és hogy az Inter aktuális legjobb, tehát nem akar elmenni az eső. Igen, itt viszont valóban, tehát hogy itt nagyon necces így a slickre váltás, de meg kell húzni. És ez, hogyha esetleg már most bejön a biztonsági autó, ami azért abból kiindulva, hogy a mezőny mennyire össze van tömörülve, igen, csak esélyes, akkor nagyon-nagyon rosszul járnak ezek a pilóták. Érdekes, hogy mindenki a médiumokat választotta, senki nem próbálkozott meg a szoftokkal. Ugye az előző futamon láttuk, hogy 8 kör simán el tudtak menni a szoftokon, hát, a pilótán. De azért az nem túl jó tempóval. Ja, ezt is egy hozzá. 3-4 kör maximum itt tudsz menni ezen a pályán a szoftokkal, és még úgy, ahogy jó a tempód, utána nagyon-nagyon rossz. Bár ilyen változó körülmények között az lehet a legjobb megoldás. Kérdés az, hogy mikor megy el az eső. Úgy tűnik, hogy még nem most, tehát Kristóf, Vig Bence és Ron Haar lesznek azok, vagy lehetnek azok. Az a kérdés, hogy a safety car jön ebbe a körbe. Mert ha a safety car nem jön ebbe a körbe, akkor feljegyezhetnek még egy körig, azok, akik slickről indultak. Ugye még én nem kaptam feliratot. Pedig a mezőny egészen beérte a safety car-t. Ilyenkor szokott a játék feliratot adni ezzel kapcsolatosan, mármint hogy azzal kapcsolatosan, hogy mikor legyen safety car ending. Most egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz safety car ending.
Még egy kört elmegyünk a safety car mögött, és ez a slickeseknek plusz egy kör, amit azzal töltetnek, hogy imádkoznak a pálya felszereléséért, legalábbis az eső elállásáért. Ma még nem áll le az eső, addig egyáltalán nem biztos benne, hogy nem fog felszállni a pálya. Mi történik itt? Víg Bence kiállt a box utcába. Víg Bence és a médiumok mellett dönt. Ugye Kökény Tamás is újra kiállt, lehet, hogy történt vele valami. Érdekes, 16., 17., 18., 19. helyre fognak visszajönni. Kisebb pozícióváltozások itt az utolsó helyeken. Míg Bence végül a 17. helyre jön vissza. Elállt az eső, tehát akkor érdekes lesz. Meglátjuk. Így, hogy nem jött az előző körbe a safety car, ez nagyon rossz, ilyen mind Ron Hának, mind Kristófnak. És ha valójában most fel fog száradni a pálya, és én úgy nézem, hogy ez a natta, míg ez ki is mondta, hogy fel fog száradni a pálya, gyakorlatilag lényegeset száradt a pálya. Nem tudom, te hogy látod? Hát én is így látom. Lényegesen szárad. Így nagyon rosszul fog jönni az a interen rajta, de semmiféleképpen nem fog tudni kiautózni azt a 25 másodpercet nagyjából, amit kelleni fog nekik. Én nem jelenteném ki, hogy jelentősen száraz, vagy annyira jelentősen száraz, hogy igen, ezt itt, még itt... Az előbb ilyen kamera, ilyen nem repülőgép, bocsánat, helikopter képen mutatta nekem, és akkor úgy tűnt, mintha teljesen száraz lenne a pálya, de most így a más többi kamera képben nézve még azért elég nyírkosnak néz ki. Itt az elején még biztos jobbak lesznek az interek, tehát Ronhár és Kristóf még most megpróbálhat kiautózni egy kis előnyt, de hát az nagyon kis előny a szó legszorosabb értelmében, amit ők majd ki fognak tudni most autózni. Viszont a többiek közepesen pedig végig tudják majd menni az egész futamot. Annyi előnye lehet akár mondjuk Ronháréknak, hogy szoftokra tudnak majd kijönni akár, hogyha a slickekre jön. Igen, az újraindítás megint bedezne ide, Dániel. Vagy bocsánat, közövágtam. Igen, slickekre jön a sor, ezzel akartam befejezni a gondolatomat, de akkor most megint újraindít Berezne, hogy Dániel így van. És akkor már most újraindít, nagyon-nagyon megnyomja, és nézzük, hogy mi lesz itt végül. Érdekes, a kimenetel. Tényleg jobbak az interek, akkor most Kristófnak támadási pozícióba kéne kerülnie. Bereznai Dánielhez képest, de úgy néz ki, hogy a slickek nagyon jól mozognak Bereznai Dániel alatt, és egyébként így mindenki alatt. Nem nagyon látok embereket annyira csúszkálni, mint amennyire egyébként kellene, miközben Tomás Ronhár már egy pozíciót előzött is. Özidirimet, és aztán összejönnek, mert Özidirim alávág az első kanyarba Tomás Ronhárnak, és meg is tudja, vissza tudja venni a pozíciót Ronhártól. Most és fordított helyzetben vannak. Hoppá, virtuális biztonsági. Igen, virtuális biztonsági autó. És ez most megint a slickeseknek kedvez. Igen. Mondjuk hát elég... Nincs mit kedvezni. Vagy elég alig van itt. Hát igen. Elég egyenlőnek néztek ki az újraindulás után a körülmények. Mind a slickeseknek, mind az intermédiateseknek. Ami az intermédiatesek ellen van. Szóval a slickesek malmára hajtja a vizet mindenféleképpen. Hiszen ennek már csak jobb lesz a pálya számukra. Valószínűleg Kristófnak és Tomás Ronhának, hogyha fennmarad virtuális safety car a végig a körnek innentől, amit annyira egyébként kétlek, mert valószínűleg hoppá, bodatoldák, azért kapott egy drive-thru penaltit az ötödik helyről. Na ez az, ami nem kellemes. Kristóf közben lecsúszott a pályára, így többen is megelőzik. Na ez nagyon érdekes, és ilyenkor ugye mivel elhagyta a pályát, és közben süt már ki a nap. Tehát mivel elhagyta a pályát, ezért nem kell visszaengedniük a többieknek őt, főleg mivel újraindult a verseny közben. Oda Zoltán támadja már Kristófot, és egyszerűen körbe fogja autózni. Most már full száraz a pálya, ha megnézzük, egyáltalán nem is látszik semmiféle nyírkosság a pályán, és hát innentől ez egy veszett fejszínje le az intermédiateseknek. Kristófot előzi a másik intermédiates Tomás Ronhár, akiket Özi Edirin próbál megelőzni.
nagyon-nagyon óvatosnak kell lennie Özil Dreamnek, nehogy valamit túlnyomjon, és esetleg neki menjen valamelyik intermédiátesnek, de nem ment nekik. Mindkét intermédiátes a box utcában, a 13. körében a 22 körös pály második futamunknak. Számukra ez a verseny, a futamgyőzelmet nézve már valószínűleg mindenféleképpen kiesett, ha nem történik bármiféle safety car vagy kalamajka, innentől nehéz futamunk lesz, az biztos. Igaz, a boros csongor is, a buszutában valószínűleg törött a szárnya, hogy jól láttam. Azt nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy milyen gyorsan kisütött a nap. Tehát abban az egy körben, ahol még kint maradt a biztonsági autó, elállt az eső, és a következő körben meg már verőfényes napsütés van. Ez majd Dániel veti a futamot. És innentől végig fognak menni a pályán. Végig fognak menni a futamot ezeken a keverékeken, boxkellás nélkül. A pályán még 9 kört fognak végig menni. Igen, érdekes volt. Hát ugye ez a játéktan megszólható időjárás változás volt, most kicsit késő reagálva, amit mondtál. Általában ezek a változó körülmények nem az erőssége a játéknak, abban a szempontból, hogy a valóságban mennyire érzékelte a változó körülmények okozta kavarodás, itt pár körön belül már fel is szárad a pálya. Puki is van a leggyorsabb mezőben 1.43.0-val, és támadhatja is Bereznai Dánielt, ebben a körben még nem lesz DRS-e, de a következőben már lehet. Ha jól számolom a köröket, Botta Zoltán letölti drive-thru penáltiát, és a 14. helyre jön vissza a Mercedes-szel. Számára ez nagyon rosszul jött. Kapnak viszont nagyon jól, mivel előzheti Bola Zoltánt, az élen nem lett, nem volt pozícióváltozás, viszont itt Gab és Bola Zoltán között lehet, miközben Macsala Dani és Timbo is csatáznak, kikerüli az egyenesben Gab Bola Zoltánt, és itt pont lemaradtunk a legnagyobb részéről a csatának, habár még itt nagyon-nagyon nagy a tömörülés hátrébb, nagyon közel egymáshoz a pilóták, többen egymás mellett, és akkor nézzünk itt hátrébb Mayer Milán előzni Szabó Konyi Norbit. Kérdés az, hogy sikerrel jár-e. Most úristen, többen is kisorodnak itt a Puonban kívülre, elhagyták a pályát, és másik szektorban a sárga zászló, igen, itt Attila az, aki pórul járt, nem tudom pontosan mi történt vele, annyian voltak ott a pályán kívül, nagyon érdekes volt. És akkor itt nagyon közel egymáshoz a pilóták, egészen a 12. helyig bezárólag. És nagyon közel egymáshoz, most az élen Szabó Konyi Bence és Buki István között volt egy csata. Ezzel egyetlen dolgot érnek el, hogy elkezdtek lemaradni Bereznai Danitól, miközben azt se tudjuk, hogy hova kapjuk a fejünket. Kökény Tamás és Bíró Zalán csatáznak, hát ez nem egy túlságosan szép megmozdulás Kökény Tamástól. Nem volt túl fair, hogy így fogalmazzak, de nem baj, Bíró Zalán autója még épségben van. Olyan szempontból legalább jó volt ez az előzés. Meg az Ászló Attila adja fel a futamot. Igen, közben pedig Szabó Konyi Bence és Puki István csatáztak. Szabó Konyi Bence így most már a második megelőzte Puki Istvánt, akinek ehhez mondjuk lesz egy-két szava, miközben Takács Gábor és Bíró Zalán csatáztak, illetve Bola Zoltán előzte vissza Gabot, és úgy tűnik, hogy ennyi volt a pozíció cserékből, habár itt a Puhonba menet Puki István is támadja, vagyis hát támadó közelségben van Szabó Konyi Bencéhez képest, de délre zónáig nyilván nem fog támadni. Szabó Konyi Bencék kiestek egy másodpercen kívülre Bereznai Dánielhez képest, ami számukra nem a legkedvezőbb, fogalmazhatnánk így is, aki a papírban most bejökült, nagyon az egy másodperc környékén táncolnak. Na, erre le akar segíteni Bereznai Dániel, hogy ez biztosan kikerüljenek, akkor
kis RS tányom, és akkor talán ki tudja szakítani őket egy másodpercen kívülre. De hát ő itt nem nyom. Nem nyomott semmit, 90% RS-en van Bereznai, ehhez képest 46-on Szabó Kónyi Bence, tehát hatalmas a különbség RS szint ügyileg legalábbis a két pilóta között. Most sokkal jobb helyzetben van, ahhoz képest, mint az előző futamon volt Bereznai Dániel az 5%-hoz képest, ez a 94% jelentős különbség. Még 6 körünk van hátra. Közben Ronhár utolérte Gabot, és most már Bola Zoltánt veheti üldözőbe, miközben Szabó Kónyi Norbi és Mayer Milan között volt a csata. Mayer Milan jött fel a 7. helyre, és közben már Timbót akár támadhatja, de még Szabó Kónyi Norbi jön lendület előnyből itt az Orrusból kifele jövet, habár Timbó pedig Macsala Danit fogja támadni, egymás mellett lett volna a két pilóta, de úgy tűnik, hogy nem lesz itt több akció, habár nagyon közel ér Macsala Dani Timbóhoz, de itt se semmi. Timbó meg tudta szerezni ezt az 5. helyet Macsala Danitól, és Mayer Milántól akár egy felzárkózást láthatunk, hiszen láttuk az előző futamon, hogy milyen jó tempót tudott autózni a 4. helyre, de egyébként egész végig a 2. helyre elegendő tempója volt ezeken a slick-es körülményeken, a száraz körülményeken, és akár egy felzárkózás is láthatunk tőle itt a 5. helyet. Szerintem maximum az 5. helyet tudja megszerezni Mayer Milan ezzel a futamon, hogyha kihasználja minden lehetőségét. Tehát nyilván erre Macsala Daninak és Timbónak is lesz egy-két szava, illetve Szabó Kónyi Norbinak is, aki mögötte autózik. Közben egyébként Kökény Tamástól láthatunk egy szép előzést Arusz Tamással szemben, hogyha az előbb láttunk egy csúnyán megmozdulást tőle, most egy szépet láthatunk, itt a névtelen kanyarba bújt be. Ronhár a Blanchimonban bújt be Boda Zoltán mellé, és a sikámban egy egyszerű kifékezéssel, szerintem Boda Zoltán nem akar csatázni vele, átveszi tőle a 13. helyet. Hát neki nem éri meg. Igazából itt most húzatja magát egy kicsit Ronhárra, megpróbál rajta maradni, de azért most itt a busz megállóból kifele jövet hozott rajta, és már itt az első kanyarral együtt 8 tizedet, miközben Szabó Kónyi Bence átveszi a futam vezetését, Bereznai Dani most a 2. Azt érdemes egyébként ezzel kapcsolatosan megjegyezni, hogy Bereznai Daninek 90% RS-el áll, miközben Timbót előzték ketten itt az egyenesben DRS-el együtt, Timbónak nem volt DRS-e, viszont most vissza fog tudni támadni Macsala Dani mellé, be tud talán bújni, de nem fog bebújni itt a Brüsszelbe. Mayer Milan pedig átvette az 5. helyet, és most ennek a csatázásnak, vagy kisebb csatázásnak köszönhetően másodpercen kívül hozzá képest Macsala Dani. Mayer Milan most egy kicsit meg tudott lépni, meg tudja tartani ezt a pozíciót. Ez a kérdés, az egy másodpercen kívül tudja konstansan szakítani a Macsala Daniékat, ez számára nagyon fontos a 5. hely megtartása érdekében. Előtte ugyebár 8,7 másodpercre már az Ildirim, úgyhogy valószínűleg itt a maradék 5 körben, ha nem történik semmiféle safety car, illetve baleset, rá nem lesz veszélyes. Utánbőzem kérdésben még továbbra is még mindig nyílt Szabó Kónyi Bence, Bereznai Dániel és Puki István között. Kap esett vissza, valószínűleg forgott, vagy talán showdrive-ba volt. 18. jelen pillanatban magam. Ja, box kiállást. Szerintem csak a leggyorsabb körre megy rá. Ja, második szektorban volt valami sárgadászó, ezért feltételeztem, hogy valami történt vele. Köszönöm, Bereznai előzi vissza Szabó Kónyi Bencét. Az látszik, élen helycsere. Szeres használásabban látszik, hogy a pilóták egyáltalán nem veszik komolyan most ilyen ezt a csatázást abban a szempontból, mikor a Timbo előzi Macsala Danit, és hát visszaveszi a 6. helyet, a Jermilán meg már 2 másodperces előnyre tudott szert tenni itt előtte. Szóval, hogy az erres használatokban látszik, hogy a pilóták nem most akarják megnyerni a futamot, és ez elég tapasztalatlanság lenne a részükről, ha
most kezdenék el elnyomni mindenüket azért, hogy az első helyre érkezzenek, hiszen láttuk itt az előző futamon is, hogy milyen könnyű egy másodpercen belül maradni, és az utolsó előtti körömben fog eldőlni minden abban a szempontból, hogy aki hátrébb van, az lesz még jobban hátrébb. Szóval, hogy ebből a szempontból a második, illetve a harmadik hely nyerő az utolsó előtti körben. Nem tudom, mit mondtam ezzel a hátrébbal, szóval az a lényeg, hogy aki a második, harmadik helyen volt, az előző futamon is az tudott itt a második helyen lépni Boda Zoltán személyében. Hoppá, alulszemás nagyon kisodródik, bocsánat, hogy a szavadba vágok, már nem bírtam tovább, hatalmas küzdelem volt itt. Arruc Tamást érte be Boda Zoltán és Tomás Ronhár, akik egyébként már itt a Bíró Zolános bolyba érnek be, amivel nagyon-nagyon sok pozíciót tudnak majd nyerni. Közben Tomás Ronhár és Boda Zoltán is. Boda Zoltán egy ilyen hogy hívják ezt? Ő is bebújt volna. Mindegy, elmagyarázom. Ő is bebújt volna Bíró Zalán mellé. Ronhárral együtt és követte volna Bíró Zalánt, és eközben Bereznait előzi vissza Szabó Kunyi Bence, akit már támad Puki István is, de hát ez még nem futam győzelemért megy, vagyis hát vehetjük így is, de ez nem a végleges csata, ami majd lesz a pilóták között. Szóval... Szépenesen. Abban a szempontban nehéz helyzete lesz Bereznai Dánielnek, hogy ebben itt ebbe a körökbe, ezekbe a körökbe most Szabó Kunyi Bence és Puki is van, és a DRS-nek köszönhetően és annak köszönhetően nagyon könnyen egy másodpercen belül tudnak maradni. Az első helyéhez képest tölteni fogják az DRS-üket, úgyhogy nagyjából talán be tudják majd élni Bereznai Dánielt itt ezt a 90%-on. Egyre 60% körül vannak mindketten, 67-en. Bizony, és akkor most, hogyha jelenállás szerint nézzük itt a cseten, volt egy Szabó Kunyi Bence futam győzelem tipp Leki Dávidtól. De itt a hatodik helyt nagyon izgalmas ból alakult ki mindenki. A 13. helyen egy másodpercen belül az előtt autózóhoz képest. Itt ebből még komoly pontszerzést is tud szerezni, akár Boda Zoltán vagy Tomás Ronhár is, ha jól jön ki nekik eddig a futam. Úgyhogy... Na Ronhár mit fog csinálni? Egy ember mellé bevetődik, és második mellé is beteszi, bár ezt ő is tudta, hogy kicsit kockázatos, rá is tette nagyon a rázókőre, ezzel vissza tud támadni Takács Gábor, nem adja könnyen a bőrét, és nem is adja fel egyelőre a pozíciót, nagyon kemény csata a kettejük között, de hát ezt Ronhár nem fogja hagyni, és meg is előzi a Williams-et, és a következő állomás Szabókói Norbi, Boda Zoltán pedig beszúrna Takács Gábor mellé követni minél inkább Tomás Ronhárt, hogy még utána akár rá tudjon kapaszkodni. Az élen ismét helycsere, Szabókói Bencét most mind a ketten, Puki István és Bereznai Dani is megelőzte. És Boda Zoltán most fog mélyebb féktávot venni? Nem. Így picit leszakad Ronhártól. Ronhár kap egy 3 másodperces büntetést, na ez fontos lesz a futam végső kimenetele szempontjából. Eközben előzi itt a Brüsszelben Szabókói Norbit, és már csapattársa után eredhet itt az Alfa Romeo Macsalla. Dani előre fogja engedni, ez a kérdés a Puonba, berakja el mellé, nem, hát ezt itt nem fogja. Nincsen akkora távolság kettőjük között, habár itt a kanyar közben szerzett akkora tempóelőny Tomás Ronhár, hogy simán megelőzte csapattársát, és a következő állomás Nimbo, minthogyha valami gyengébb aival játszadozna Tomás Ronhár. És rendkívül nagyszerű előzéseken van túl itt az elmúlt pár kanyarban, és most már a következő állomás Nimbo, de ugye ott van az a 3 másodperces büntetés, amit hogyha megnézzük. Ami 6 másodperc? Na, az még nagyobb szívás. Ezt akartam mondani, hogy az újabb 3 másodperc, az újabb 3 másodperc volt. De Tomás Ronhárnak már 6 másodperces büntetése van, így nagyjából kizártnak látom, hogy ebből pontot tudjon szerezni. Az utolsó előtti körben járunk, és Bereznai Dániel vezet továbbra is. Itt nem történik előzés hármuk között, de Szabó Kunyi Bence van nagyon közel Puki is, mert egyszerűen tolja le a pályáról a Kamel egyenesben, de tudják ők is, mind a ketten, Puki is van és Szabó Kunyi Bence is, hogy nem az utolsó előtti körbe kell menni a futamot, hanem az utolsóban. Így van, és még nagyon-nagyon esélyes ez a duplázás
Puki Istvántól. Arrusz Tamás közben kiesik, vagyis feladja a futamot a Box utcában, de ebből itt már sok minden nem lesz, mivel vagyis biztonsági autó simán, vagy biztos, hogy nem lehet. Mastronhár közben a hetedik megelőzi Timbót, akkor kint a más lehet az ellenfel, de hát ugyebár 6 másodperc egy büntetéssel, itt nem releváns ebből a szempontból jelen pillanatban az ő pályánál foglalt helye. Igen. Bocsánat, annak is van egy 3 másodperc egy büntetése abból a bolyból, ő is nagyon hátra fog csúszni, így egyik Alfa Romeo se fog szerintem pontot szerezni, ha csak nem most valami óriási teljesítmény, hogy Tomásronhár egyébként Kökény Tamás próbálja előzni. Kökény Tamás kiteszi a könyökét, hogy így fogalmazzunk, és nem engedi túl Tomás Ronhart, így meggyűlik vele egy picit a baja az Alfa Romeo-nak, de hát simán megelőzi az Aston Martint lendületből. Elképesztő jeleneteket láthatunk itt a holland versenyzőtől, és most külső íven fogja támadni, na és most már igen, ismét külső íven fogja támadni az Aston Martint, aki megpróbál minél kevesebb helyet hagyni neki, de hát ez a minél kevesebb hely is bőven elég Ronhárnak ahhoz, hogy itt Kökény Tamásnak visszaadja azt, amit kapott tőle, és... Utolsó körben járunk, Ádám, várjunk az élre. Nézzük meg, lesz-e itt előzés a Kemel 1-esben, nagyon távol van Puki István. Hát ez itt nem. Itt kijelenthetjük, hogy nem lesz előzés. Ha csak nem történik bármi Bereznaival, ez itt szinte biztos, hogy behúzza ezt a győzelmet. Habár mögötte Puki István, itt az utolsó, nagyon hosszú egyenesben ERS-sel akár támadhat, ami előnye van Bereznainak, hogy több az ERS-e, egy 20%-kal nagyjából Puki Istvánnál. Miközben Kökény Tamás van nagyon közel Tomás Ronhárhoz, lehet ez sokat nem számít, hogy Kristóf közben megfutja a verseny eddigi leggyorsabb körét. És Szabó Kunyi Bence is nagyon közel Puki Istvánhoz, lehet ebből itt alig, ha lesz előzés, közben Takács Gábor és Boda Zoltán között előzés, vagyis helycsere. És Boda Zoltán így most már pontszerző helyen pályán, és pályán kívül pedig 8. helyen, hogyha jól számolom. Nézzük, mindenki tenyeli az első háromból az RS, de Bereznai Dánielnek volt a legtöbb RS-e, amint elkezdtük itt az utolsó egyenest, és ennek köszönhetően elsőként érkezik a sikámba, ahol nem tudja meglepni őt Puki István. Az első helyen fogják leindulni Bereznai Dániel, megnyeri itt a második futamot, Puki István duplázni nem tud, de első és második hely lesz itt a Ferrarival, és Szabó Kolnyi Bence az Alfa Taurit maga biztosan itt tudja hozni az erős pontszerző helyekre, a harmadik helyet a dobogó szerez másodjára is. Szabó Kolnyi Bence. Az Ildrim a negyedik. Ismét surranó pályán, ezt kell mondanom, Mayer Milán az ötödik, nagyon erős pontszerzés ismét az Alfa Tauritól, egy 3-4 és egy 3-5, egyáltalán nem rossz eredmény tűnik ezen a hétvégén, szerintem simán megtartják ezekkel az eredményekkel a konstruktőriben a vezetésüket, habár most fog hozni ugye rajtuk, vagyis hát szereztek azért bőven pontot például a Mercedesnél, ami igazából most itt a pályán Haas Bereznai Dániellel. Végül se Tomás Ronhár, se, de Mosal Dániel tudott szerzni pontot, és nem tudom, mi történik. Özidilimet is kizárta a játék. De miért? Őt láttuk, hogy... Igen, szerintem ez valami probléma történhetett, itt valami teszünk, vagy ilyesmi. Úgyhogy Özidilim meg fogja tudni tartani szerintem azt a negyedik helyét mindenféleképpen. Úgyhogy a végén Vasala Dániel a 3 másodperces büntetéssel tudott pontot szerezni, és Boda Zoltán drive-thru penáltia után is 7. helyre tudta menteni ezt a Mercedes, ami valójában egyébként a Williamsnek írja. Így van, Mayer Milán alapversenyzője itt a játék szerint. Itt Leki Dávid kérdésének a megválaszolása, hogy amúgy az emberek a Driver of the Data futam előtt nyomják. Egyébként való életben nem, viszont itt sajnos csak úgy tudjuk megoldani, hogy ugye Timbo a csatorna, akinek megvan a csatorna, ő tudja kitenni a szavazást,
hiába rak bárkit moderátornak, nem tud szavazást indítani, és ezért a futam előtt kell kitenni. Miközben Bereznai Dániel magasba emeli ezt a trófeát, és begyűjti azt a 25 pontot a háznak, és akkor jöhet az ünneplés. Szóval ezért van itt a futam előtt kirakva a Driver of the Day szavazás, ami nem biztos, hogy mindig tükrözi a futam eredményét, hogy tényleg ők lennének a legméltóbbak arra, hogy, vagy ez csúnya kifejezés, hogy legméltóbbak, vagy nem legméltóbbak, de a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. És akkor összesítve még egyszer, Bereznai Dániel nyerte a második futamunkat, Mapuki is már lett a második, Szabó Konyi Bence lett a harmadik, Ulász Özyedirim a negyedik helyre hozta be a Williams, ami igazából továbbra is a házhoz fog íródni a pont, az ötödik hely Mayer Miláné, a hatodik helyen Timbo végzett, a hetedik helyen Kökény Tamás, na. Igen, hát az a probléma, hogy nekem nagyon kevés ideig írta ki a igen. Driver of the Day. Na, bocsánat, a hatodik lett Kökény Tamás, hetedik Timbo, nyolcadik Boda Zoltán, kilencedik Takács Gábor, és tizedik lett Masala Dániel, leggyorsabb kört pedig Gab húzta be végül. Úgyhogy ez lett a második futamunk, első 10 és pontszerző helyek eredményei. Mit gondolsz itt a futamról, Ádám? Hát egy izgalmas futamot láthattunk szépen. Futottak a pilóták. Érdekes volt itt a változó időjárás, a taktikázás Ronhárnak például, ez nagyon rosszul jött ki, de ugyanúgy Üveges Kristófnak is például. Ők nagyon sok pozíciót buktak ezzel, de hát ilyen ez a Timbo Ironman Liga. Úgyhogy igen, az biztos, hogy ez az Alfa Tauritól, akit most a képernyőn láthatunk, vagy amelyik autót most a képernyőn láthatjuk, egy nagyon erős hétvége volt, tehát Domonontól ez. Egyik az, hogy rendkívül jó grafika volt, amit csinált, nekem nagyon tetszik, másik az, hogy rendkívül jó autóválasztás volt erre a hétvégére pont ezt az Alfa Taurit berakni, mivel ugye itt az Ironman ligában a konstruktőri eredmény az, ami számít, és már pedig minden számításom szerint, amit végeztem a Buxinban, az Alfa Tauri szerezte ezen a hétvégén a legtöbb pontot, ezzel tovább növelve az előnyét a csapatnak. Úgyhogy igen, ez egy jó választás volt Domanontól, és még egyszer, hogyha esetleg szeretnétek őt bekövetni, ő csinálta a grafikákat most, illetve az intrót erre a hétvégére, meg egyébként az összes hétvégére, a leírás megtaláljátok a Twitterét, és ott be tudjátok követni, hogyha szeretnétek. Mi pedig erre az estére szeretnénk megköszönni a figyelmet, reméljük tetszett nektek a futam, szeretném neked is megköszönni, Sombor, hogy itt voltál ma. Én is köszönöm szépen, hogy itt láttam. És ha esetleg nem akartok lemaradni a jövő héten kedden 20:15-től a következő futamról, akkor kövessétek be a csatornát, iratkozzatok fel, és továbbá minden információt a Discordon megtaláltok, a támogatásotokat meg esetleg, hogyha érdemesnek tartotok minket rá, akkor köszönjük szépen. És akkor szép estét kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt lehettem.